mindenkinek jó reggelt. Kívánom mindenkinek, hello Jani, hello Feri. Szevasztok. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. És hát péntek van. A mennyből az angyalt, hogy énekeltétek este. Én nem tudom, mi van. Én egyszer nem tudom, mi van. Nem, hát? Még hangszűz vagyok, nem szólaltam meg ma reggel, és ez még, itt zajlik az élesítés. A fületek hallatára. Nem tudom, mi a fene történt velem. Valószínűleg nem még tényleg nem beszéltem eleget ma reggel. Úgyhogy ezt próbálom most így magamra találni. Vagy ebben próbálok magamra találni. Na, mi újság? Hát, nagyon nehéz így visszarázódni ünnepek után. Gyerekek. A dolgos hétköznapokban. Jól telt a szent este? Kellemes volt, hát jó volt. A szent este, hagyjál, de a szent nap hogy telt? Akárhova mentél, mindenütt így köszöntek. Boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket. Én sírtam a röhögéstől tegnap, annyira jó volt. Egy csomó helyre kellett mennem, és ugye akik bennünket hallgatnak, azok megtartották a reggeli köszönést, és még délután is. Boldog karácsonyt, mondom, mi van? Ja, boldog karácsonyt kívánok. Jó volt, na, én imádtam. Jó volt ez az előrehozott kis karácsonyozás. Jó, igen, még este beigit majd szolgattam, úgyhogy kicsit fura volt. De... Az én diósomat, mi? Egy rudat a Viki hazavitt. Hát, valaki szétkapkodta a dióst. Nagyon mérges voltam tegnap, János. Ki nem szó. Hát azt, na látod, ez az. Hát figyelj, felvágtatok egy dióst, és akkor volt még azon kívül még egy diós. Én nem tudtam, hogy ennyi maradt. De kértünk dióst. Igen. Kértünk dióst. Hova lett a kesztyűs meg a mákos, mert abban nem is ettünk. Na. Hát azok is ott voltak. Fél 10 órakor csak egy diós volt még felvágva. Egyébként mákosból és gesztenyésből is volt 2-2-2. Én nem tudtam, hogy ennyire népszerű a diós. Én kérdeztem, hogy mit hozzak, hányat hozzak. Tulajdonképpen még többet is hoztam, mint amennyi egyébként kellett volna, vagy amennyit megbeszéltünk. Aztán valahogy mindenki a diósot akart enni. Nem tudom, ha gyorsan eltűnt minden, igen. De hát figyelj, igazából jó volt így is. Na most kiraktam maradékokat, láttam, de más sem beigli, hanem sós, de persze nem baj, azt is eszünk, hát rámegyünk mindenre. Morzsaparti van a tegnapi karácsony után. Engem morzsaparti azért, hogy így elnézegettem. Fölraktam az Instára egy képet, sajnos letiltották a félfenekes képet, leszett az Insta, úgyhogy... Hogyha, mi az, hogy leszettek? Ki az Insta? Leszedi az Insta sajnos, hogy... De van egy fenék felismerő, vajon? Van egy szoftverű, persze egy robot, ami mellett feneket felismer, és hát jelezték, hogy óvnak attól, hogy le kell tiltani az oldalt, mert föltöltöttünk egy vicces képet Jánossal, és körülbelül de elég lassan reagáltak, most egy 2 órát hagyták fönn, a múltkor hamarabb leszették. Tök érdekes, mert egy csomó politikusnak van saját privát oldala, és ott meg állandóan vannak mindenféle posztok. Igen. És ha már valaki megosztotta, akkor fönnmarad a interneten? Hát szerintem nem, akkor sem. Nem? Akkor sem. De az összes többit leszedi? Nem tudom, valami kellett volna rá. Lehet, hogy valami bele kellett volna nyúlni, mint a 2 szemet, meg egy, hogy hívják, egy órat, azt nem az volt tulajdonképpen. Valamit kellett volna, az Insta felismeri, és igenis leszedi. Úgyhogy eltűnt, de nagyon szerettem a képedet. Na mindegy, érdemes azért Instagramon is követni bennünket. Vannak friss képek, új képek, más típusú képek, mint egyébként a Facebookon. Szóval más jellegű képek. Ja, és vannak, sajnos mondom, Jani fenekes képet leszedik. Odállt a fenyőfa mellé hátulról, és azt hittem, hogy egy segg is meglátogatott minket, de mi mindenkinek örülünk. És aztán láttam egy óra múlva, hogy figyelmezheted az Insta, hogy legyünk szívesek felhagyni. Az igazi ingyencek, meg az Insta függők azok tudják, hogy nagyon gyorsan kell reagálni mindenre. Tehát gyorsan fölmenni, megnézni, adott esetben tényleg megosztani, továbbküldeni, lementeni, stb. A képeket, mert nagyon gyorsan eltűnhetnek, hogy nem. Mert hogy ugye azért az egy exkluzív tartalom. Hát egy ilyen történelmi fenék az Instán. Nem ez volt az első eset egyébként, hogy az Instáról, a mi Insta oldalunkról nagyon gyorsan eltűntek a képek, mert azért korábban is már folytak itt kísérletek Balázs részéről is, meg közösen is, hogy mi az a fajta tűrés határ, amit még így az Instagram be tud venni, vagy az Instának a gyomra, ha van ilyen. Tehát ez egy kísérlet volt, hogy ez egy kísérleti oldal. Így van. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ott friss megosztás van, hogy friss tartalom van, akkor nagyon gyorsan fel kell menni és meg kell nézni, még mielőtt leszedi a rendszer. Igen, majd szólunk akkor, hogy most menjetek, mert van egy óránk, csak már nem merek többet ért föltenni, már sokkal sok ért teszik, akkor letiltanak végleg. Akkor törlik az oldalat, és nekem már volt pár figyelmeztetésem. Na, egyébként mindenkivel minden oké, okay, jól van. Ma még meleg, és aztán holnaptól állítólag igazi ősz. Kicsit esős. Azt hallom, hogy igazi ősz. Hát hidegfront jön, és akkor ennek a klassz nyárnak, ami volt, ennek most azért valójában vége. A jövő héten már csak ilyen 17-19-20, tehát hát igen. Az a klasszikus ősz jön meg, ami itt kellett már, hogy legyen szeptember végén, viszont ma még 28-30. Na most essen és magát a jövő héten, mert aztán megyünk turnéra, ott ne essen. Hát ott nagyon ne. Jövő hét után. 20 fok van, azt szeretjük, azzal nincs gond, kis napsütés, de eső ne legyen. Igen, hétfőn már mondjuk az állomásokat is, persze, bőven.
Nagyon fontos. És ami még ennél is fontos, a most jelen esetben legalábbis, hogy, hogy na van az utolsó lehetőség arra, hogy valaki felszálljon arra képzeletben, aztán majd később meg majd, de valóságban is arra a barcelonai gépre. Mert hogy ugye a gólöröm játékának az utolsó fordulója, az ma következik be. Én egy picit megmondom őszintén, azt nem mondom, hogy csalódott vagyok, de ahhoz képest, amilyen az előző játék volt, meg ahhoz képest, hogy ott milyen játékosok voltak, milyen közvetítők, alkalmi közvetítők voltak, most egy picit lájtosabb. Picit lájtosabbra sikerült, igen. Én egy kicsit az őrületet hiányolom. El lettünk kényeztetve az első körben. Az annyira jó széria volt az első, hogy egyszer nehéz überelni. Arra már nehéz rátenni. Nehéz. De nekem a keddi nagyon tetszett, a tegnapi lány Niki talán, nem biztos, hogy így hívták. Nem, ő bevállalós volt. Ő azért jó volt, hogy megcsinálta a dolgot. Sikítozásban az egyszerű. Igen, Timi volt. Timi, bocsánat. De azért én most még egy picit várom. Hát most még korona ékszert. Most még valaki azért nagyon dobbanthat, igen. Igen, az udvarhölgyek mellé most egy igazi királynőt, vagy királyt. Így van. Úgyhogy hát meglátjuk, 9 óra után hívjuk majd a nyertest, és aztán fel is teszünk mindenki gyorsan a Facebookra, és még eredményt is hirdetünk. Tehát jó sűrű a mai nap, mert hogy el kell dönteni tényleg, hogy ki jöjjön. Úgyhogy figyeljétek mindenképpen a Facebookot, mert ti fogjátok eldönteni a like számotokkal, hogy ki menjen. És nézze meg azt a fantasztikusnak, gólzáporosnak ígérkező Barcelona-Granada meccset. Na meg az egész város tök jó lesz. Hát persze, aki nem volt még, az annak főleg. Én már egyszer voltam, de örömmel fogok kimenni még egyszer. Lesz egy kis közös kirándulásunk az egyik este, ugye szombat este, szerintem az egész jó kis étvége lesz. Hát a meccs nyilván a csúcspont. Persze. De azért jó az egész. Vagy el a Sonka Múzeum, most megvan a cím. Sonka Múzeum? Képzelte van ilyen, hogy Sonka Múzeum. Mondjuk egy nyilván őrültek spanyolok. Úgy van, hogy ilyen gyönyörű aranyozott vastag képkeretekbe vannak beakasztva a sonkák. Esküszöm, és akkor lehet. De beteg, úristen. De beteg, de ugye az egyetlen olyan múzeum, ahol meg is elheted a kiállítási tárgyakat, tehát van egy bizonyos összeg, de van ilyen látogatói jegy, és van a kóstolói jegy, és akkor vágnak belőle neked. Aha. És mindig itt cserélgetik a műtárgyakat? Hát gondolom, ugye, mert hogy egy idő után azért el fog fogyni, tehát olyan nagy értéket, ilyen évszázadosokat nem fogsz találni, mert ezt nyilván megetni, de nagyon zseni a dolog, és állítólag maga a királyi, a spanyol királyi sonka szeretelő, mert van ilyen állás, ezt lehet, hogy meséltem már, ő is szokott menni, ő azért nyerte meg ezt a posztot, mert egyetlen egy késsel vágott egy olyan sonka szeletet, ami 30 méter hosszú egy nagy sonkából, ugye egyet vágott folyamatos szelet. Másik oldal, és ugye az a spanyol sonka szelésének az a titka, hogy az apró betűs bibliát is el tud olvasni mögötte, ami nyilván kamu, de hogy hajszál vékonyra kell vágni, és a csávó egy sonkából 30 métert vágott. Na de hogy? Tehát, hogy így vágsz egyet, így kiveszed a kést, es alak, és akkor így, és nem szakadt el a csávesznak, és azt mondták, hogy akkor ezentúl te vagy a királyi sonka szeletelő. Az menő azért. Nagyon nagy állás, nem? Bemész és szeletelsz, ennyi. Igen, az menő. Még 30 métert levágni, az jó. Ez komoly. Na, szóval hogy ez lesz ugye majd október utolsó hétvégén, ez a barcelonai túra, úgyhogy érdemes jelentkezni a játékra. Na, nézzünk gyorsan egy-két SMS-t. Puszta Szabolcson kiraboltak egy ékszerboltot. Ez ebben a pillanatban jött. Az ott van mellettünk. Puszta Szabolcson van ékszerbolt. De akkor kiraboltak egy ékszerboltot. Ki a Ferrer abból ki egy ékszerboltot? Nem szoktak ékszerboltot kirabolni. Hát azért volt már. Igen. Az nem úgy szokott lenni, hogy bemegy a maszkos bácsi, és akkor nyitva tartás időben, de nem pénzzel, hanem pisztollyal, nem? Hát, nem tudom. Észak a föltörik. De amikor legutóbb raboltam. Akkor mi volt, amikor legutóbb raboltál tényleg? Tehát akkor jó volt? Elkaptak, vagy nem kaptak el? Vettem fel a símaszkomat, és az ipari kamera rögzítette. Ja, hát ezek srácok, hogy az, nem is beszéltünk róla, hogy az elmúlt hetekben megint volt egy-két olyan eset, hogy ilyen ipari kamerákat lopott el valaki, hogy én ezt nem tudom épésszel felfogni, de még mindig, pedig korábban is voltak ilyen esetek, hogy oda megy a kamerához, belebámul, 2 percen keresztül veszik az arcát nagy totálba, hogy szépen csavarozza le a falról, leveszi, és a kamerát vitte el. És a kamerát vitte el. Hogy ez múlt héten volt talán ez a hír, én akkor legalábbis akkor láttam a felvételeket fent, hogy őt keressük, de hogy így tudod, tehát, hogy ezen kívül már csak tényleg egy személyigazolvány számot, egy lakcímkártyát, vagy egy nem tudom, egy DNS mintát tudott volna még ott hagyni, mert hogy
Premier plánban, totálban, iszonyú jó felbontásban, ott van a csávónak az arca 2 percen keresztül, ahogy ügyködik. Tudod, miért van ez? Mert ott van a videókamera, amikor veszel vele, a benne van a felvétel. Igen. És ő azt gondolt, hogy ha ellopja az egészet, benne van. Akkor róla nem lesz meg a felvétel, mert a kamera rögzít. A kamera rögzít, tehát akkor nem fogják látni. Mert az otthoni kis kamerádban is ugye maga a rögzítő rész, az benne van a kamerában. De okos. De van egy-két okosabb lomb, aki befele húzza az ajtót, de kifele nyílik, szóval van egy-kettő. Ő mire számít? Van egy-kettő, igen, okos. De hát nyilván azért abból, mert mása nem tudott, vagy nem vitte. Agyilag nem. Ez meg mi lehet, elviszem. Igen. Na, azt mondja, hogy köszi a tegnapi hegyestén lévő 10 km-es sor Timinek, de eddig ő volt a legjobb Gabesz. Úgy látom, hogy Timi egyébként sokaknak tetszett, úgyhogy lehet, hogy a keddi játékosunk drónja aranyérme veszélyben van, mert Timit nagyon szerették, megmutatjuk majd ismétlésképpen az összes játékost, hogy el tudjátok még dönteni, hogy kire szavaztok. Azt mondja, hogy már valaki most jelentkezik gólőrömre, ez rendben van, úgyhogy igen, jelentkeznék játékra. Lehet egyébként egészen nyugodtan. Jó, hogy állunk játékkal, a mi játékunkkal? 3-1. Behúztuk a hetet? Persze. Ennél jobban nem is tudnánk állni. Jól állunk, akkor behúztuk a hetet. Kicsit adtunk azzal az egyel, ugye? Uh-huh. Erre gondolsz, hogy ezért jó. Persze. Mert azért egyet adtunk, de a hét az ez már a miénk. A hét a miénk. Kalci pici reményt, aztán elveszel. Igen, picit adtunk, oda lógattuk magunkat, aztán beletiportunk a lelkükbe 3-1-jel, de egy nagyon szép 3-2-re még azért futhatja a gyerekek, úgyhogy ha valaki érez magában energiát, akkor jelentkezzen játékra, jó? Ha van friss közlekedési híretek, küldjetek azt is, mi meghallgatjuk a híreket, aztán a szokásos módon jövünk a játékkal a hírek után. 10 perc, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, drága hallgatóink, itt vagyunk, éledezik az ország, ma még süt a nap, jó idő van, hát ennek örüljünk. Nem akarom elmondani, mit olvastam a holnappal kapcsolatban, aztán hál' Istennek gyorsan tovább rohan. És jön újra vissza. Hát már nem is a 28 fok, de a 20 fok. Ami az már, hát ilyen szeptemberibb. Sajnos beleketörődünk, de hát. De ez van. Úgyhogy gyorsan egy-két közlekedési hír. Útinfo fürdőszobán konyhán között dugó. Párom figyelmezte. Csak lassan, Robi. Köszi, hogy elküldted. Mi van Ákos, két napot a Szabira megy, kérdezi Szatyi, nem ment, hát itt volt, Szatyi, egész héten volt, ma úgy látszik, hogy egy kicsit pihen, de két gyerek mellett becsületére legyen tolva egészen. Korrektül tolja. Igen. Korrektül tolja. Meg amikor a két ember helyett is dolgozik, tehát az olyan, mint a duplázni. Gyerekek, 5 éve ezen a napon volt a konténer emelésetek, amikor Jani kiugrott. Yes! Nem már! Tényleg? Szala, neked ezért egy nagy taps, hogy milyen agyad van, hogy mit emlékszel, hogy mi mennyire szeretjük a mi törzshallgatóinkat. Mindenki, de akik ilyeneket megírnak nekünk, és így velünk vannak, és velünk lüktetnek, hát egy nagy taps neked. Mikre emlékszel? A Hősök tere 5 éve volt már, mikor téged felemeltünk, én rosszul voltam a tériszonytól, hát te kiugrottál bungee-val. Úristen, de jó volt. 5 éve. Mind a mai nap még megremeg a lábam, amikor rá gondolok. Akkori programigazgatónk felhozott egy gumibabát. Gumibaba is volt. Nem emlékszem. De berakott valami gumibabát. Egy plusz emelő szerkezet volt, ugye mi lógtuk a konténeren, és ő följött egy ilyen emelős kosárral. Tudom, mellénk érkezett egy kosárral, és akkor ott valami gumibabával ott lógott, és nem értettük, hogy ez most miért csinálja. Egyébként is miért nem megy le, és miért csinálja ezt így rosszul vagyok, mert nagyon magas. Nagyon magas minden, igen. De szenzációs volt egyébként. Tehát, hogy felejthetetlen élmény volt, de én nagyon be voltam csinálva akkor. Mindenki, hát nagyon magasan voltunk, mert nem bírom a magasságot, úgyhogy ez kemény volt, igen. 10-es út Csolymártól Üröm felé elesett, Magyarország, én így szeretlek. Esetleg egy fekete-fehér. Jó, hát meglátjuk, lehet, hogy tudunk játszani, Anna mindjárt valakit visszahív. Baleset az M85-ösön, Enese környékén, valamint az 1-es villamos Buda felé, a Puskásnál meghibásodott szervízkocsi előtte. Gabó, köszi, hogy elküldted. Na, jól van, akkor megnézzük ki a hét utolsó játékosa. Nézzük meg, nem, hogy kivel játszunk a héten utoljára. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a válasz. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Jó reggel, ciao, hello! Andi, hello Andi! Igen, Andi vagyok. Andi, honnan hívtál minket? Békés megye, Békés. Jó! Erről van szó! És mivel foglalkozol? Hát kicsiket tanítok, második osztályosaim vannak, úgyhogy pedagógusként.
nyomulok. Ó, hát az egy szép hivatás. Hányatott sors, azt hiszem mostanában, de nagyon szép hivatás. Igen, mikor tanulnak írni, olvasni? Első végén már tudnak, vagy szépen fokozatosan? Hát azért első végére sajnos meg kell, hogy tanuljon írni, olvasni. Az kicsit gyors tempó, nem? Számolni. Igen, igen, egy kicsit gyors, úgyhogy itt a második év elején azzal telik az idő, hogy akkor visszaismétlünk, és akkor nézzük, hogy akkor most úristen, melyik betűt felejtett el. Úgyhogy meg a számolásról még nem is beszélve, úgyhogy egy kicsit gyors a tempó, de ezt kell tartani egyelőre. Azt a mindenit, hát tudom, hogy kemény, igen. De ahogy emlékszem, a kis Rákóczi Ferike annak idején nem, már itt olvasott, már iskolába, a lábujját szavaj. Is megszámolt kicsoportosként. Na és kivel játszanál? Hát Ferire gondoltam. Így hiszem, ezt így kell. Hát meglepődtük volna, nem? Bizony, ez egy helyes. És megyei tartsunk össze. Igen, okay. Igen, igen. Na figyeljetek, akkor 3-1 van, tehát szépíteni tudsz, még egyéni ajándékcsomagod lehet. Jó. A hetet már behúztuk, de ez igen, ne riasszonál, mert nem, azért... Nem fog. Akarjál nyerni. Jó? Mehetünk? Jó, igyekszem. Jó, rendben, igen. Janim? Tritó van fejér. Azt mondtad, másodikosokat tanítasz, ugye? Másodikosok. Másodikosok. A lányom pont másodikos. Na hát, ez szuper. Átirathatom? Hogy bírja? Imádja. Átirathatom hozzád Békésre? Hogyne. Nyugodtan. Vállalod az etetését? Etetés? Megoldható. Az egy komolyabb tétel nála. Feri, kérdezhetnék? Szeretnél, ugye? Szeretnék. Hajrá. Tanár. Mi újság van a projekttel, a negyed és közted lévő projekttel? Hallgattad tegnap az adást? Is. Készülöttünk reggel iskolába menet, úgyhogy folyamat volt. Van neked is gyereked? Van, természetesen. Van egy ötödikes nagylányom. Hát, ő már komoly. Megszakadt a sor. Elaludtam este, képzeld el. Mesét olvasol még a gyerekeknek? Az iskolában olvasok, itthon már leginkább Petra olvas, illetve hát az agyfortívós meséket. Hát egy tanárnéninek ezt de szép volt! Andi! Köszönöm szépen! Gyönyörű játék, hát ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag, gratulálok! Jaj, de nagyon jó, nagyon örülök neki! Reggel kérdeztem a páromat, nézd már, hív egy testi szám! Kicsoda ez ilyen korán reggel! Látod? Még jobb, hogy felvettem! Hát igen, hát gondolom jelentkeztél a játékra, aztán visszahívtam. Csak el is felejtettem, így van. Igen, nagy izgalommal. Oké, figyelj Andi, nyertél, van egy ajándékcsomagot, plusz van még plusz ajándékot, hallgass meg a reklámblokkot, mert ma minden játék után van plusz ajánlás. Nagyon szuper, meghallgatom. Megszórunk egy-két dologgal. Jó? Jaj, de jó. Oké, rendben. Na, hát köszönöm szépen. Nagyon örültem. Andi, hát kitartás nektek, és hát köszönjük azt a sok-sok munkát, amit gyermekeimbe fektettek. Ó, hát nagyon szívesen. Tanárnéninek, tanítónéninek. Igen, nagyon köszönjük, drágák vagytok. Ha nincs is látszatja, de azért köszönjük. Gondolunk rátok, veletek vagyunk, és hálások. Jó. Hálásak vagyunk, hogy a ti kezetekben ott a mi jövőnk, meg a mi nyugdíjunk, meg minden. Ti képzitek majd a lelkes munkaerőt nekünk. Eddig ezen a poénja. Ha még lesz ilyen, hogy nyugdíj, igen. Puszi, köszönjük. Hát igen. Jó, köszönöm én is, sziasztok. Ciao, hello. Szia. Hello. Na, azt mondja, hogy... Azt nézem, hogy Feri talált egy-két képet az emelésről, és de ezt felrakjuk a Facebookra, illetve az Instára, átdobod nekem, én dobok az Instára pár régit, nosztalgiázzunk egy kicsit. Ott kell legyen, hármat küldtem, egy éjszakai, előző este a stúdióról, egy a terettegő arcodról, az óriási. Ú, de jó. Ú, de király, meg a Jani ugrásáról, ha van. Ú, de jó. Ez a három van, meg egy ilyen nagy panorámát találtam. Úristen, de be vagyok szarva. Igen. Hát, ahogy megmozdult a konténer, elkezdtek kapaszkodni. Én nagyon tériszonyos vagyok, gyerekek. Én is értem, hogy hogy ültem ki például a gépszárnyára, de tényleg, hogy csináltam azt? Én olyan tériszonyos vagyok, megőrülök. Fia, ezt komolyan mondom, hogy ismerő téged, azért az tőle nagyobb vállalás volt az, hogy feljöttél a konténerre, mint hogy én kiugrottam, mint tőlem az, hogy kiugrottam. Igen, és utána jött még csak a gépszárnyára kiülés, nem is értem. Na mindjárt fölteszünk néhány képet az Instára, jó? Kövessetek bennünket, töltsétek le az Instagramot, már lassan 140 ezeren vagyunk ott. És amire kis büszke kis elit tömeg van ott is. Még egy Twitter oldalt csinálunk neked, azt akkor megvagyunk. 3 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el. Jött egy óriási dugó Sziget-Szent Miklóson. Viktor gyerek küldte nekünk, de hogy hol pontosan, azt nem írja. Írjátok meg, jó? 10-es út Solymártól Üröm felé elesett, ezt is kaptuk SMS-ben, és a Puskásnál megkívásodott az 1-es villamos. Úgyhogy lehet, hogy arra egy picit várni kell, ha tudunk pontosabbat, vagy írnak nekünk a hallgatók, akkor mondjuk, jó? Jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is nem sokára. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim.
Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után 11 perccel, itt vagyunk, jó reggelt! Hello mindenkinek, drága hallgatók! Kicsi, milyen májkrémes kenyeret kérsz? Hamé, ne legyél paraszt reggelizű. Gondolom, hogy egy ilyen reklámblokk, egy hamis reklámblokk, ezért jött. Jaj, de jó, igen. Na, hát itt vagyunk, jó reggelt mindenkinek, ma még jó idő, és nyár, igazi nyár, de mindenki szippantsa magába az utolsó nyári sugarakat, menjen még egy kicsit a napra, és aztán, hát gondolatban legalábbis vegyen búcsút a nyártól, és készítse föl önmagát, a lelkét, és a családját a hidegebb időre, az őszre, a gumicsizmára, és arra, hogy sajnos tényleg beköszönt az ősz, de még azért van remény. Talán egyszer majd újra, 8-9 hónap múlva újra jó idő lesz. Fel a fejjel. Fel a fejjel, nem sokára újra május van, hamar elmegy az a 8-10 hónap. Fél négykor sötétedik, egészen 8-ig van sötét reggel. Hamar elillan. Na, azt mondja, hogy Sűsebb és Mendek hol vagyok? Igen, Sűsebb és Mendek között akadálytalanul lehet közlekedni. A legnagyobb örömömre csak úgy száguld a 655-ös zónázó vonatom. Oh. Ezt a vonatos küldte nekünk. Végre rockzene, hurrá, írta valaki. Egy jó kis Chris Daughtry volt. Egy Chris Daughtry. Egy Chris Daughtry. Igen, Fudafa. Slash mesterrel együtt. Igen? Igen. Ja, Slash, hát Slash tudom. Slash. Ugye, who the fuck? Chris Daughtry. Csőt sem az a Chris Daughtry. De az eleje jó volt egyébként. American Icon-os srác volt annak idején, és ebből az albumból, a debütáló albumából 7-es millió darab fogyott el az Egyesült Államokban. Jó, akkor már bőven a letöltések időszakában egyébként hatalmas ilyen tehetségnek számított, és számít mind a mai napig, nagyon-nagyon népszerű, még mindig az Egyesült Államok, mondom. Minden idők legnagyobb példányszámban elfogyó debütáló album az övé. Ez senki nem adott el elsőre senki, ennyi? Senki. 7 millió. Senki. A televízió, látod? Tényleg Amerikában 300 millióan. Ha abból eladnak 7 milliót, az hány százalék a Feri? Uh-huh. Az 30 millió az a 10 százalék. 1 százalék, 3, az 3 százalék körülbelül. 2,5 százalék. Magyarországon élnek mondjuk 10 millióan. Az 10%-a 1 millió, 100 ezer az 1%-a, tehát akkor te kéne adjál 200 ezeret. Hát azért annak nagyon örülne most valaki Magyarországon. Uh-huh. De régen milyen fogyások voltak? Hát régen nagyon régen, hát 100 ezer volt az aranylemez, igen. Ja. Igen, de ebbe a számba, ebbe a 7 millióban egyébként a letöltések nincsenek is benne. Tehát, hogy ez már bőven abban az időszakban volt, amikor már hát nagyon-nagyon fájt az embereknek, hogyha el kellett mennünk és ki kellett adnunk egy kis pénzt lemezért, úgyhogy. Azt mondja, hogy boldog karácsonyt utólag is, óriási a dugó Szigetszentmiklóson, remélem az üveg is meg lesz hozzá, ezt Viktor gyerek küldte nekünk. Aztán az egyes villamos tényleg nem jár, itt állok a megállóban, tudorta, tanúsítatom, hogy nem jött, én az arénánál várok, de egyelőre sehol semmi. Solymári út Ürömtől Üröm felé elesett, azt mondja, hogy ez a 10-es út egészen pontosan, és nem lehet ott se haladni. Hatalmas dugó van. Ilyen a magyar rendőrség, főleg ez a 6-8 kolléga, aki tegnap ahelyett, hogy elismerték volna, hogy hibáztak, inkább szándékosan rossz papírt írattak alá velem. Így higgyünk a magyar rendőröknek. Hát segíts leírni, hogy mi történt, és akkor mi is tudunk az ügyel foglalkozni, így ez nekünk nem elég konkrét, ha tőlünk vár segítséget, akkor írd meg, hogy mi történt, és akkor tudunk róla beszélni egy kicsit. Azt mondja, hogy JAF 170 lassíts, ez már lakott terület. De jó. Lassíts, ez már lakott terület. Ez már lakott terület, úgyhogy ha JAF 170-es hal bennünket, akkor lassítson, mert lakott területen van. Jó? De jó, mi a ma reggel Ákos az új dalát végre. Volt új Ákos dal? Fura SMS-ek jönnek, mert már fura SMS-ek napja. Igen. Ja, értem, hogy erre a dalra jött. Hüde, tökös ez a Damien, hívja valaki. Nem vagyok még összehangolódva hallgatókkal, úgy érzem, hogy még nincs meg a kontakt, tudod? Tehát amikor a Bluetooth-szal itt keresed a kis zenelejátszódat, de még úgy nem ajánlotta föl, hogy megtalálta, hogy mit a Bazsi zenelejátszója, és akkor ráhangolódsz, és akkor Bluetooth-ról szól a zenegéped. Még nincs meg. Igen. Még nincs meg a kapcsolat. Kapcsolat létesítése ezzel az eszközzel. Igen, de még egyelőre csak keresi az eszközt. Keresi az eszközt. Nyíregyháza, Debrecen, 4-es sima gepárt, köszi, hogy elküldted, és
és Bali, tegnap squasholtam, belejöttem, úgyhogy téged is elvernélek. Gyerekek, ez miért van, hogyha valaki elmegy squasholni, akkor másnap úgy ébred, hogy engem akar elverni. Egy. Tehát, hogy annyi jó squash játékos van, ha játszhatok egymással. Szerintem egy csomó olyan ember van, aki bármit csinál, téged akar elverni. Igen, de tényleg elmentem squasholni, Bali, be akarnak téged venni. Tegnap ettem egy virslit, van egy omlak virslevő versenyen, Bali. Tegnap néztem egy kis tenisz, játszol van velem, Bali. Te vagy a nagy vad, érted? Hát de komolyan, tegnap ettem egy új autót. Ki jössz az M7-ese versenyezni, Bali? Gyerekek, hát most miért kell mindig engem? Tegnap megbüntették a 7-es buszot. Bemegyek és megverlek. Igen, Bali, nem én. Kész egy pofon, Bali, bemegyek, mi olyan pofonkat. Miért elmentél szkassolni? Örülök neki, hát jól érezted magad. Jó, én is szkassolok, én ezt sokszor mondtam, de hát nem kell egyből engem kihívni. Hát van annyi jó játékos, nálam sokkal jobbak egyébként. Hát játszatok velük. Na, én most ugyanazt elküldtem, Bali, tegnap szkassoltam, belejöttem, téged is elvernélek, vagy valaki más is szkassolt. Nem, ez ugyanaz, jó, azt hittem már, de ketten szkassoltak. Készültünk egy érdekes témával, 7 óra utára. De ezt végül dobtuk. Helyett egy tök érdektelen, unalmas, senki által nem favorizált téma. Igen, ugye megérkeztek az új iPhone-ok Amerikában, és hát... A Bloomberg hírügynökség gyakornoka lemen New Yorkban, az Apple központi áruházába, és megkérdezte az új iPhone-ért sorbaállókat, hogy mennyit fizetnek nekik a megbízóik. Azért, hogy ők beálljanak a sorba, és elsőként kaphassák meg az iPhone-t, ami ugye most debütált. Tehát nem magának áll sorban? Nem magának áll sorban. Bérsorban állok, így van, és egészen elképesztő adatokat hozott le a hírügynökség, hogy ki mennyi pénzt kap azért, hogy bérsorban álljon. És van olyan, találtak olyat, aki augusztus 25-én cövekelt le a bolt előtt. Tehát augusztus 25-ét, ha most ezt kiszámoljuk, hogy van szeptember 16-a, akkor gyorsan ki lehet számolni, hány napja ül, áll, alszik, eszik. Én nem is tudom elképzelni, hol alszik, hogy megy vécére, hogy fürdik, hogy zuhányzik, hogy nem áll ki a sorból. De lassan, hát nem tudom hány napja. Három hete és egy napja áll a sorban. Ez megtörtént. És a bérsorban állunk elmondta, hogy heti $3,400 vállalta a feladatot. Basszus! Hát azért az haló. Mennyi most a dollár? 300? Három hét alatt hát kell. Alatt van 2,9. Ha kamatot emel a Fed, akkor lesz hát nem sokkal. Ezek alapján három hét alatt összesen majdnem 3 millió forintnak megfelelő összeget keresett azzal, hogy egy helyben áll a nyitásig. Na de várjál. Tehát én teljesen banális és alapvető kérdések nekem eszembe jutottak. Hogy van ez, hogy te beállsz egy bolt elé 3 hétig, és onnan nem mész el? Hát nézzük meg gyakorlatban ez, hogy néz ki. Gondolom van váltótárs, tehát anya néha benéz, tiszta ruhával, kajával, és akkor olyankor el tudsz menni pisilni, hát, tehát beáll a helyedre. Egyrészt, másrészt még szerintem ott van a zsiványbecsület. Most én elmegyek, te vigyázol az én helyemre, meg a cuccomra, amikor te neked kell majd kakillod, akkor majd én vigyázok a te cuccodra. És akkor ezt így ledumálgatják egymást. Tehát ott állnak ketten, mert ugye ez egy sor, tehát ott már vannak többen, ők megbeszélik azt, hogy figyeljetek, akkor mi itt vagyunk elől, Véd és Dac szövetséget alapítunk, alkotunk, én megyek Budira, te maradsz, amit te mondasz, elmegyek haza, lezuhanyzom, visszajövök. Igen. De hol alszol? Hát ott a kövön szerintem viszed magaddal a kis hálózsákodat, vagy néhány hullámpapírdarabot, és akkor arra szépen lefekszel. És hogyha a másik előtted vagy mögötted a sorban nem akar vigyázni a cuccodra, akkor rámutatsz és azt kiáltod: Samsungot! Árulóval köztünk! Dobjátok ki magatokból! Na de várjál, ki az, aki fizet? Tehát, hogy az a sznob, akinek megér, mit tudom én, 3 hét alatt, nem tudom hány ezer dollárt, hogy utána legyen egy 300 dolláros vagy 500 dolláros iPhone-ja, hogy mindenkinél előbb legyen, ezért ő kifizet neked, mit tudom, $3,000? Így van. Hetente 3000 dollárt, és akkor elmondhatod magadról, hogy neked a megjelenés napján. Na de ez 3 hét alatt majdnem 10,000 dollár. Így van. Tehát a megjelenés napján egy pár száz dolláros iPhone-od lesz 10,000 dollárért? Így van. Csak hogy elmondhatod, hogy neked van, ez a hülyék. 3 millió forintért fogsz megvenni gyakorlatilag egy 3 kilós készüléket. Ott még olcsóbb is, ott 200 valamennyi. 220 ezer forintnyi dollárt kell fizetni. Jó, akkor mondjuk durván hogy tudja funkítani majd a munkahelyeden. Hello, sziasztok! Egy bocsánat, van egy bejövő hívásom. mennyi fizetek? Min? 12,000 dollárba került, amilyenek is megértem, mert végre van egy fekete iPhone 7-esem. Tehát, hogy... Amit a következő héten vagy 2 hét múlva egyébként különös a probléma nélkül meg is vásárolhatnak. Így van, besétálsz, megveszed és kész. Tehát csak azért, hogy te legyél először. Hihetetlen.
Én ezt a típusú rajongást ezt egyszerűen nem értem. Tehát, hogy nem tudok olyan mit kezdeni. Engem is van olyan, én például albumok megjelenését szoktam beírni a naptárba otthon, hogy mikor jelenik meg egy kedvenc, vagy Korn, vagy Testament, tudom, hogy pontosan sorba. Mikor fog megjelenni legközelebb, de hogy így egy, soha nem állnék érte sorba. Tehát, hogy egyszerűen nem éri meg. Hol éri ez meg? Talán még, mit tudom én, koncertjegyeknél. Amikor tudod, hogy itt a hivatalos árusítás holnap, mit tudom én, 9 órától, akkor ott azért belefuthatsz. Na jó, de akkor oda mész 7-re. Nem, vagy 6-ra, vagy interneten. Jó, azt mondjuk olyan jegy, amit nem lehet megrendelni interneten, akkor se állnék egy hétig sorba. Egy héten keresztül. És ez hogy van, hogy közben a bolt, az bolt az nyitva? Az persze, az ott abszolút. Tehát állsz egy bolt előtt, ott jönnek, mennek az emberek, vásárolnak, te meg állsz hülyén. Frank, Sam, Lucy, jó reggelt! Jönnek hajnalban nyitni a boltot, te meg jó reggelt, good morning, hi, köszönöm mindenkinek, és ott állsz 3 hete. De az, hogy vagy, lehet, hogy többet vesz? Tehát lehet, hogy őt megbízták azzal, hogy vegyen 3-at? Hát nem, szerintem ott is limitálva van. Vagy limitálva, tehát bármennyit nem vett. Tehát szerintem ilyen 10 darabot nem vásárolhatsz meg egyszerre. 2 talán még. De egyébként talán a premier idején lehet, hogy még ezt is megszabják, hogy egyet vehetsz. Tehát olyan nincs, ahogy oda viszik, hogy itt, bocsánat, elnézést, kicsit nem, hogy valakit elüssük a békámmal. Igen, jó, a raklap szélére vigyázz. Tehát ugye nincsen, hogy raklapszámra veszed meg az új készülékeket. Tehát ott is limitálják. Hát azt tudom, hogy a Milacink is beállt sorba. Tehát ő állt egy éjszakát. Hát, igen. Vagy egy napot ő is beállt, mert annyira hülye és korlátolt, hogy neki erre egy szüksége volt, hogy igen. Neki az első tök között legyen. Mondtad, hogy mondtad? Azt tudom, hogy hülye és korlátolt. Igen, így van. De tényleg, hát ennyi nem ér semmi. Hát nem ér semmit, hogy te beálljál egy napig egy sorba, és ő állt talán egy éjszakát. És reggel, mint amikor az anya mutatja az újszülött osztályon a csecsemőjét. Mutatta mindenkinek. Hogy nekem már megvan. Direkt felhívatta magát, hogy mindenki lássa. Te mennyit álltál sorba? Nem hallja, mert nagyon sokat áll sorba. Volt, hogy 6-7 órát. 6-7 órát? Este beálltál, és reggel te voltál az első között? Délután beálltál? Aztán okosabb lettem, és akkor utána csak a végére mentem. Uh-huh. És aki bérsorban áll, az több embernek vesz? Vagy ilyenkor hogy van, aki mondjuk beállja Amerikát? Összesen 2 vehet. Aha, tehát hogy limitálva. Hanyas volt az, amiért a legtöbbet állt el itt sorba? Azt hiszem az 5-ös volt, mert az volt nagy váltás így a dizájn. Az 5-ös ére, aha. Igen. Azt írja, mit érzel olyankor, Laci, amikor egy ilyen, tehát hogy az első benne, vagy mik az első 20-ba? Ja, várjál, kapsz sorszámot, és akkor látod, hogy hanyadik vagy, és akkor arra... De hogy kicsit így beleborsózol, tehát hogy jó... Sorszámot, azt mondja, hogy kapsz sorszámot, és látod, hogy hanyadik vagy. Ezt bekeretezted? Kim van otthon az előszobában? Ne csináld már! Hát beteg. Gratulálunk öné, nem tudom, hogy fogják. Igen. Igen. Azt írják egyébként tök jó, hogy tesztelő oldalak állítják oda az embert, aki az első tesztet csinálja az új iPhone-ról, azt nézik a legtöbben, arra iratkoznak fel a legtöbben. Tehát YouTube teszter fizet ennyit, hogy ővé legyen az első feltöltött teszt. Ezt Zsül küldte nekünk. Milyen érdekes, nem te? Nem jutott eszedbe, hogy küldtél le SMS-t? És megnézte, hogy megnézte, én küldtem. Ez az én számom. Te jó Isten. Ja, és akkor ő azzal tudnám keresni, ez mondjuk nem rossz, most már kezdem érteni, tehát ha tényleg ilyen blogger vagy, megcsinod az első tesztet, fölnyomod, akkor téged néznek a legtöbben, és ott ugye már letöltés után fizetés van. Én azt csinálnám, hogy én odaállítanék statkókat. Akik nem is vesznek iPhone. De akik vesznek telefon, de az én embereim. Aha. Kellékhálózsák, paróka. Nem úgy értem. Tehát nekem lenne, mit tudom én, lenne egy bali hajzselém. Aha. Igen. Vagy nyitnék egy fodrászboltot. Tudod, hogy lesz ez így, csak így hasonlít, és szerintem nem mondasz béneket. Nyitnék egy fodrászboltot. Nyitnék egy fodrászboltot, mert ugye sokat foglalkozom a hajammal, meg nagyon sokféle hajam volt. Nyitok egy fodrászboltot. Igen. És azt mondom, hogy Grand Opening október 1. Nyitás. Szóval mit is? Grand Opening Barika. Fölvennél 10 embert? Felveszek 10 embert, 20-at, 30-at, keményen megfizetem őket, és odaállítom, hogy álljanak a boltom elé először, hogy ők akarnak hajat vágatni. Óriási. És mert akkor a hype-ot akarok az üzlet megnyitója körül, hogy emberek hosszú hajjal, kopaszok is, ők is hajat akarnak vágatni. Tupírozott hajú emberek, ondolált hajú emberek, mindenki, aki főnözése, ondolálás és melíra vár, az odaáll az én boltom elé. Aha. És azt mondom neki, hogy itt van, mit tudom én, 1 millió forint, vagy 500 000 forint annak a 10 embernek,
mert már Bali boltja nem sokára itt, és nézzék meg, hogy milyen iPhone. Ugyanazokat szerintem ezeket az iPhone ajánlom, fizeti. Akikkel a városvédők, illetve a környezetvédők a Városligetben szoktak adakozni, szerintem megfizetett a kibérelőt, csak mind kopaszok. Igen, tehát az Apple azt mondja, hogy oké, csináljunk egy iPhone-t, állítsunk be 10 statkot, fizessük meg őket, nagyon. És játsszuk el, hogy mekkora hype van a telefon körül. Nyilván van egy-két elmebeteg youtuber meg teszter tényleg, aki szintén beáll a sorba, de most érted, hát x milliárdos árbevételnél nem mindegy neked, hát olyan készpénzállománya van az Apple-nek, hogy megőrülsz. Egyébként komplet országok adósságát lehetne rendezni, csak a felhalmozott készpénzből. Hangsúlyozom, nem Amerikában tartják, hogy jobban adózzanak. Azért jó, ki van azért az találva, hogy az Apple a legnagyobb, az egyik legnagyobb adó elkerülő. És beállítom a saját boltom elé. Tökéletes ez. És azt mondom, hogy gyertek, hát nézzétek meg, hát mi van már itt, mindenki Bali fodrászatába akarja vágatni haját. Nem? Ezt csinálja szerintem az Apple is, valószínű. Bestatkozza, jönnek bestatkozza, a bestatkozza a boltjait, persze. Kell, öt ember meg ott van egy-két YouTube teszter nyilván, ja. Meg szaklap újságíró. Öt ember kell, onnantól kezdve már elkezd a dominó effektus működni, és mindjárt egyre többen fognak beállni, érted a sorba. Tehát ha 10 ember már odaáll, akkor kész, vége. Akkor megvagy, kigyózó sorok. Na de várj. Tehát miért nem csinálod azt, hogy premier előtte bemész az eladóhoz? Ugye az a bolt nyitva van, az nem egy újonnan nyíló bolt. És azt mondom az eladónak, hogy figyelj, itt van 5000 dollár, adják ki egyet pult alól. Miért kell azért 3 hétre beállni? Hát bemegyek a te boltodba. Igen? Az ételmedbe. És lebizniszelem az emberre, hogy adjon ki valamit pult alól, majd amikor te mit csinálsz egy szendvics partit október 2-án, de én előre a pincértől egy tálcát megrendelem. Hát te várjál, ez egy hivatalos dealer, én nem fordulhat előtt, csak felétni. Jó volt a példa. Józan paraszti magyar ésszel gondolkodom. Bemegyek október 1-én nyit a bolt. Én bemegyek szeptember 26-án ugyanaz az eladóhoz, aki majd eladja az iPhone-t. És azt mondom neki, hogy tesó. Itt várom ezer dolgot. Adjál már ki 2-t, majd tegyél már zárás után előtt 5 percet, bejövök, kihozott nekem, adok pénzt, jó jársz, és csá, hát ki az Isten áll be 3 hétre? Hát milyen lúzerek ezek, nem? Nem így van? Most hülyeséget beszélek? Ne, jó. És magyar, leboltolom magyar az eladóval, hát ez egy nyitott bolt. Gyerekek, magyar vircse, de jéghátán is. Hülye vagy, odállsz 3 hétre, hát bemegyek és ledillelem az eladót. De nem így van. Hát régen a banánt kellett ledirálni a zöldségesen a pult alól. Most lebeszélem az Apple boltba. A többiek meglincselnek, ha te bemész. Ja, persze, a banán, Apple, gyümölcs, gyümölcsen. Én például ezt éttermeknél is látom, hogy úgy működöm, hogy nem ülök be abba az, hogy külföldön. Én megyek valahova, és kevesen ülnek egy étteremben, én megijedek. De szerintem ez ilyen tömegpszichózis. Sokan vannak, oda beülök, ma azt gondolom, hogy jó. Én tuti alkalmaznék statokat az éttermembe. Oké, csak akkor nem tud leültetni a vendéget. Vagy amikor de ahány látom, hogy jön be, akkor félrerakod a pörköltet, fölállsz ki, mi statiszta, hogy leülsz ott a szabad hely. Érted? 5 percenként elégedetten csettintesz. Én, ha nyitnék egy éttermet... A sok borra valóta. Nyitnék egy éttermet, én így csinálnám, hogy teleültetném stattal, 3-at várakoztatnék a kapuban, és azt mondaná a hülye, hogy ez basszus. De nézd jó. Meg, az tele van, ez meg tök üres. Hát én is inkább állok a sorban, azt gondolom, ez egy jó étterem. Nem így működik az hol ember? Hol volt eddig ez az üzleti modell ebből a fiúból? Nem így működ? Külföldön látsz egy üres éttermet, meg mellette egy teli pizzázót, és akkor azt mondod, ott valami nem stimmel, beülünk a telibe. És lennek ilyen kamu beszélgetések is? Persze, hát megérem a statokat, hogy beszélgessetek, rendeljetek, olyan érezzétek jól magatokat. Várok már rá, hogy megkóstolhassam a séf kedvencét. Ma vajon mi lehet az? Csak nem hülyéket ültetnék be, csak statisztákat. Tehát nem retardáltakat ültetnék, csak egyszerű statisztákat. Fiúkat, lányokat, párokat eljátszanám. Özöllenének az emberek. Már egy étterem és egy fodrászat megnyit. Bali étterem, Bali fodrászat. Mennyit kell fizessek, hogy átvegyem? Ezt? Én óránként szerzek neked statokat 3000 forintért. De a forgatásról látja. Forgatásról átdobok statokat neked a forgatásról. Van egy kis produceri díj, egy kis ügynöki díj, óránként per kop 2005-ért szerzek neked statot. Ott ül egy órát, keveset eszik, nem beszél, azt sem. Jó, a statok írják meg, hogy egyébként mennyit kapnak a forgatáson. Óránként, mert félek, hogy 500. Gyertek át szombat este 50%-os tropikárium kupon, illetve Ferinél a menza menü. 50%-os. Na, drága hallgatók, írjátok meg, akkor nekünk nosztalgiázunk egy picit, hogy régen ki miért vette a fáradtságot, hogy sorbáljon. Emlékeztek, amikor postabank jegyeket lehetett kapni, amikor kárpótlási jegyeidet akartad visszaváltani, amikor nem tudom, álltál az OTP előtt, amikor megnyílt egy bolt, és lehetett komodort venni. Tehát azt írjátok meg nekünk, amikor ti valamiért gyerekkorotokban, vagy fiatalabb korotokban hosszú-hosszú órákat várakoztatok egy sorba, mert valamit eladtak, vettek,
be lehetett cserélni, vásárolni, szerezni. Na, a nagy sorban állásokra vagyunk kíváncsiak, igen. Azt írjátok meg. Vagy amikor apu megkente a Merkurost. hogy ne sárga legyen a moszkvics. Tényleg idősebb hallgatóink is írhatnak. Tényleg, amikor a Merkur előtt állták, kinyitották a kapukat, és az lett a te autód, amihez odafutottál, és lefoglaltad. Kézrátéttel. Most a piros! És szaladt 5000 ember be a Merkur terepre, és mindenki akart magának egy lila ladát, vagy nem tudom, és ha zöld volt, akkor tovább szaladtál. Te hülye voltál, sokáig szaladtál, nem lett semmit. Tehát valahol meg kellett állni. Hát vagy maradt egy zöld zaporos. Igen. Ezt írjátok meg nekünk. Tényleg Commodore, Amiga, Postabank, OTP, kárpótlás. Hát mennyi mindenért álltunk mi sorba, nem? Igen. Hát rengeteg, rengeteg olyan dolog volt, amiért hosszú órákat kellett sorba állni. Kummediátor Marcsikára. Amikor Marcsikára vártad, az már a jelenkor. Az már a jelenkor. Igen, igen. Bűvös kocka. Bűvös kockáért álltak sorba emberek? Bűvös kockáért, igen. Igen. Az is nagy. Arra nem emlékszem. Nagyon. Azt ugye azt hiszem, hogy a BMW mutatták be a budapesti nemzetközi vásáron, és egy másodperc alatt híremet, és sehol nem lehetett kapni. És például mi Békés Csabára mentünk be a játékboltba, anyám megkérdezte, hogy mikor lesz, mondták, hogy nincsen, és jövő hét szerdán jön a szállítmány. És na, ott sorállás. Tudod, volt. Ilyen triál öt darab. Igen, öt igen. Darab volt. Vagy megnyit, arra emlékeztek, az Adidas volt itt a belvárosban az első. Igen. Én két helyen álltam sorba menne a Váci utcában, a City Grillért álltam sorba a gyerekként, mert azt hitted, hogy az a világ, és hát azt tetszett, hogy igen. Rohadjanak. És picit lejjebb az Adidas volt. Igen, lejjebb az Adidas volt, és a régi posta utcában az első McDonald's. Az első McDonald's. Azt hiszem 6 órát vártunk a tesómmal a sajtburgerre, de kiálltuk télen, karácsony előtt a nagymamámmal. Így aztán így tartottad a kezedre, így tartottad, és így gondolatban nézted? Arra mondod, hogy a kökinél, meg az asztorjánál milyen volt. Ahhoz kicsit nézted, hogy ez kicsit nyugatról jött, kicsit fura, de beleharaptál, és a kapros uborkára azt mondtad, ez Amerika. Ez Amerika, tesó. Igen, sajt, és egészen sétálgattál egy McDonald's-es papír pohárral a Váci utcában. Konkrétan, nem volt benne már semmi. Konkrétan emlékszem, hogy én a nagymamámmal és a tesómmal tényleg karácsony előtt a vásárnál, régi posta utca, álltunk a McKinney sorba, és szerintem álltunk egy 4 órát. És ugye hát nem voltunk gazdagok, csórok voltunk, mindenkinek egy sajtbuci. Én nem sose ettem olyan lassan sajtburgert, hogy az utolsó morzsánál is érezzem, hogy az milyen finom az a sajt. Hülye vagy, leesett egy morzsa. Igen, a papírját behajtogattam a párnám alá, és utána még nyalogattam reggel, és megszagolgattam sokáig. Na, ezt írjátok meg nekünk, jó? Nagy sorban állásokat, egy picit ilyen retro élményeket várunk, hogy ahogy most ezek a lököttek állnak tényleg heteket azért, hogy ővék legyen az első telefon. Mi magyarként miért álltunk sorba? Idősebb generációk is írhatnak nekünk, tényleg nosztalgiázunk egy picit, hogy ők, szüleink, nagyszüleink miért álltak sorba. És sokáig, ha van valakinek alig használt fontánás nylon szatyra, akkor a fél áron átvesz. Fontána, úristen, aranypók. Érdejél, anyám állt 3 órát az aranypók. Én állandóan bevettem a fontánába körbe sétálni, soha nem vettem semmit, de nagyon élveztem. Proli vagy. Na, mi is csináltunk ilyen, csak ennek. Szintről szintre, és így rám állt a biztonsági őr. Nézd, de kis Proli biztos lopni akar. Igen. Vajon mi a francot akar itt a centrumosztak rá? Úgy, na jó, hát kíváncsiak vagyunk, szerintem jó SMS-ek jönnek, úgyhogy folytatjuk mindjárt az SMS-ekkel a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Itt vagyunk, és hát régi nagy sorban állásokról beszélgetünk, ami nem is kell, hogy annyira régi legyen, mert nyilván mindenkinek más a régi. Idősebb hallgatóink egészen a 60-as, 70-es évekig nyúltak vissza, és hát nagyon helyes történeteket kapunk a 80-as évek elejéről, és ugye arról beszélgettünk még a hírek előtt, hogy vannak elmebeteg youtuberek, meg teszterek, akik tényleg heteket állnak azért sorba egy új iPhone-ért Amerikában, akár 3 hetet is. Igaz, hogy ezzel keresnek egyébként majdnem 3 millió forintot, vagy valakinek beállnak, vagy saját maguknak, hogy ők legyenek az elsők, akik birtokolják, és aztán feltöltheti különböző oldalakra, vagy akár teszteket csinálhatnak, és akkor az ő oldalukat szeretik a legtöbben. Mindenesetre van, aki 3 hetet áldogál egy bolt előtt. Amiközben nyitva van, de ott áll, sátrazik, és a többiekkel védésdat szövetséget alkotva, ugye áldogál, hogy legyen új telefonja. Mi pedig arról beszélgetünk, hogy mi magyarok miért álltunk hosszú órákat sorba. És hát felbukkant ugye a City Grilltől kezdve az első Mac-i sajtburgeri sok mindenért, de közben nagyon jó SMS-ek jönnek, hogy ki miért állt sorba még hosszú ideig. Debrecenben a Merkurnál vettük át a ladát. Hát
Ő magában már csodálatos. Mi is Debrecenbe jártunk Ladáért, tényleg. És amikor átvetted, akkor befizettél a következőre, úgyhogy mert hogy 3 év múlva. 3 vagy 5 év, igen. Mi van? Pirosat akartunk, de már jelezték a várakozásnál, kb. 30-an voltunk, hogy csak 2 piros van. Kinyitották a kaput, rohantunk. Mintha az életünkért mentünk volna. Gyors voltam, színvaksa vagyok, és büszkén álltam a piros autó mellett, szüleim szóltak, te hülye, az egy Warburg. Te hülye, az egy Warburg, nem is lett piros, hazajöttünk egy zölddel. Áj, na jó. Milyen az Európarkba álltunk sorba vesztenél az új Nokia 3310-ért. Órákat álltunk ott, és mire mi következtünk volna, elfogyott. Ezt egy pár napig csináltuk, és a végén az akkori főnököm szerezte be, Dáj küldte nekünk. A 80-as évek végén lifcsében 3 órán keresztül álltunk sorba, 1/2 kiló zöld banánért a rokonokkal. 2-3 hetente kapott a bolt friss árut, és jegyért volt kapható akkor még a banán. 80-as évek vége Lipcse. Gyönyörű történet. Bécsben álltunk a nagyival 3 órát sorban gorenje fogyasztóért. Már majdnem bejutottunk, amikor kiderült, hogy elfogyott. 20 000-es bukás volt az út, de láttuk nyugatot. De nagy duma. De láttuk nyugatot, nagyon jó. 1980-ban Lévis farmerért a Centrum áruháznál. Reggeltől álltunk sorba, 2-kor kinyitották az ajtót, és print az emeletre a nadrágosztályra. Az első Lévisen volt 16 évesen, tűnt össze, hogy elküldtem. Hát a 70-es években, ami gondoljatok, benne nagy szó volt, a balatoni vitorláshajók bérlésénél álltunk már a tavaszi nyitáskor. Sámli, pokróc, termoszban melegte a hosszú, reménytelen sor, de minden évben vitorláztunk 2 hetet. Azért, hogy előre kellett foglalni a hajót. Aha. Előre kellett foglalni, hát a 70-es években vitorlázni, hát az már volt a szabadság. Úrium cucsák volt, igen. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Szervusztok, Gábor vagyok, jó reggelt! Hello, szia. Gábor, na te hol álltál, vagy miért álltál sorba? Én Bécsben álltam, de nem gorenyéért, mint ahogy hallottam az előbb. Mi operajegyért álltunk sorba, szervezetten. Operajegyért szervezetten. Volt meg Pavarotti, valami iszonyat nagy koncert volt, azt tudom. Ez mikor volt? 94-ben, ha jól számolok. Jó Isten! Igen. És beállított valaki, hogy neked fizet, ha megszerzed a jegyet? Igen, mi már a második generáció voltunk, tehát előző nyáron már volt egy csapat, és tudtuk, hogy nagyjából mire lehet számítani, 1 hetet kellett kint lenni. És abból szombat-vasárnap az fekvés, keményen, hálózsákban az opera előtt. Atya Isten! Hétfőtől egész szombat reggelig be kellett jelentkezni mindig, tehát 4 óránként ott kellett lenni az opera előtt. Volt egy ember, aki egy ilyen mappával körbejárt, bekiabálta a neveket, ilyen fantom neveket kellett ugye beregisztrálni, és akinek megvolt minden pipája szombat reggelig, az volt jogosult jegyet venni. Ha ilyen, ha tegy is, akkor bukott a mutatvány. Tehát te strómankodtál akkor valakinek? Igen. És mennyit kaptál ezért akkor, vagy kifizetett, vagy mennyit fizetett? 5 évben. Igen, 3 éves a gyors kocsi. 3 éves, de nem, tényleg. 1500 shilling volt a végén a mutatvány, és akkor olyan 10 forint körül volt talán a shilling. Pontosan. Ez nem is rossz. Hát az 94-ben azért az nagy pénz. És shillingbe is kaptad, meg nem forintba. Shillingbe is. Hát ez gyönyörű. Mit vettél belőle, emlékszel? Hát nem tudom, mert nyár jött, tehát elkopott az összeg. És figyelj, hirdetés alapján találtak meg, vagy szólt valamelyik haver? Nem. Valamelyik tanársegéd szerveztem. Győrbe jártam főiskolára. Tanársegéd. Igen. De jó, ezek annyira helyes sztorik egyébként, de tényleg nagy nagyon jó. Nagy dolog volt, biztos. Igen. Persze, hát figyelj, mindenki át, vagy gyerekként, vagy felnőttként valamiért sor. Beállítottak minket, és álltunk, és vártunk. Igen, köszi, hogy elmondtad, Gábor. Csáó. Nagyon szívesen. Hello. Itt van velünk Jani. Hello, Jani, jó reggel. Csáó. Sziasztok, jó reggel. Te az első Mekinél álltál sorban? Igen. Mennyit? 5 órát. Igen. Kivel, emlékszel még? Apámmal, aki nem volt kimondottan józan, mert az összes kocsmát végig jártuk, amíg odaértünk. Jó, de gyönyörű. Ő teljes volt, minden kocsmát ismert, mert minden, akárhol ment a belvárosba, mindig azt mondta nekem, hogy ott a kocsma sarkon, ott defordulsz balra, tovább néz, akkor ott... A fater tudta, hogy hova kell menni, persze. A fater azt tudta, igen, teljes szint minden. Hát és bejutottunk a megbeledbe, megkaptuk azt a 2 pauzpapír vékonyságú hamburgert, és azt mondta nekem ilyen elég hangosan, hogy aki ká anyádat, ez mind. Ezért álltunk sorba. Hát persze, hát egy sima sarki hamburgereshez képest, vagy egy City Grillhez képest, akkor az a sima Mekis burger, azt nem értetted. De örültél neki, de hát amiről beszéltünk, hát nem értetted. Én nagyon örültem neki, de édesapám az körülbelül annyira, mint Lufi Járuszt a nyilzáporra. Igen. Egyáltalán nem.
össze is vesztünk ezen, külön jöttünk haza, olyan szinten, hogy 5 órát is forgálni. Igen, mert ő még ment egy kocsmakört. Ő még ment egy kocsmakört, bánatában. Nem, nem, őt már úgy húzták haza, mint a szánkót. Atyaisten, na, szép történet. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Sziasztok. Hello, hello. Velencén nyaraltam minden nyáron. Gyerekkorom az iskola utcában volt egy húsbolt, minden szombaton hajnalban drága nagymamám ment a sámliával sort ülni. Majd 8 óra után mentem leváltani. 11 után jött vissza, és délben meg is érkezett a szállítmányt. Jó Isten! Ki lehetett sámli valamit. Ő ment kiülni a sorát, hogy legyen. Legyen hús. Nagyon, nagyon kemény. Elképesztő. Szándokán aláírásért a Buda és Kála előtt fél napot, valamikor 1908-ban. Szándokán. Szándokán aláírás. A Buda és Kála előtt fél napot kellett várni, hogy megjelenjen. Hol voltál egész nap? Szándokán aláírás. Kálltam sorra. De jó. Óriási numa szándokán aláírásért. Te jó Isten. Biztos valaki elsorban Lucilia Santosért és Izauráért. Úristen. Én Szolnokon a Vörös Csillag mozi előtt álltam 3 órát sorban, a Birodalom visszavág Star Wars film jegyeire várva, megérte, ez Gyuri küldte nekünk. Azt értjük. Igen. Nagyon jók jönnek egyébként. 93-ban diákmelósként a haverokkal 2 éjszakát álltunk a postabank előtt, alig pár ezer forintért. Nagyon sokat nevettünk, felváltva jártunk vécére. Örök emlék és barátságok kötöttek Timi Miskolcról. Hát a postabank előtt is, álltak, az is egy szomorú. De nem pepsizott. Az is egy szomorú történet, igen. Még a plázamozi korszak előtt hódmezővásárhelyen csütörtökönként álltunk sorba 2:30-kor a mozipénztánál, hogy szombatra tudjunk jegyet kapni. Én még csak 30 vagyok, de emlékszem, hogy a kiskoromban Szolnokon a nagy kóboltban kenyérért álltunk sorba órákig, egy napi be volt zárva, amikor kitolták a friss kenyerre, tülekedés, kiabálás volt. Ezt Anita küldte nekünk. Balatoni kempingben a 80-as években omni a kávé a recepciósnak, hogy árnyékos sátor helyet kapj. Áj, de jó. ma üresek ezek a kempingek. Ú, nagyon jó SMS-ek jönnek. Metro áruház nyitásakor álltunk 10 órát sorba egy gáztűzhelyért. Igen, ott mindig ilyen nagy áruház csinálni, ilyen nyitási akciót, az volt ez az elektro... Elektrovör. Igen, elektrovör. Emlékszel, talán tévérölték egymást az emberek, igen. De hogy valami igen. Nagyon olcsón adták. Óriás hiszti volt, vagy amikor megnyitott annak idején a Skála metró. A nyugatina, ez egy csoda volt az záró, ez mindenki meg volt tőle döbbe, úristen, hogy néz ki, micsoda választ. Patronos pisztolyért álltam sorba 2:95. Második osztályos voltam, heti 3 uzsonapénzből vettem meg a suli budiában, próbáltam ki az iskolát, kiürítették, igazgatóit kaptam, és emlékszem, hogy elvették a pisztolyom. A rózsapatron, azt tényleg szólt akkor át. Ericsson 198-asért a Kaposvár utcában fél napot akciósan adták 40 000 forintért. Ericsson 195, ez volt a felhajtós antennájú féltégla. Emlékeztek? Az volt a 198-as Ericsson. Igen? Igen, az... nagyon nagy fértékű, és felhajtottad az antennáját. Na jól van, oké, hát köszönjük az SMS-eket, nagyon, nagyon helyeseket, akkor nagyon helyeseket. Nem gyönyörű telefon. persze. Igen. Jól van, oké, na játszunk egyet. Itt van a játékosunk, a kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásigyellán nime. Aki válaszol. Halló, jó reggel. Sziasztok, Enikő vagyok. Enikő, hello, hello, jó reggel. Ciao, honnan hívtál minket, Enikő? Hát most megálltunk, mert éppen polgárgyőről megyünk Pestre dolgozni párommal. És most érálltatok? Uh-huh. Igen, így van. Mit dolgoztok? Pesten egy ilyen családi vállalkozás, ilyen webshopot üzemeltetünk. Egy webshop. Aha. És ott föl kell jönni Pestre? Tessék? Pesten működik maga a webshop, tehát ott van a lerakat? Hát igen, ott ugye csomagoljuk, és ott küldjük ki a csomagokat. Aha. Ott veszik fel na jó, a rendeléseket. Jó, hát akkor páros is tud segíteni. Figyelj ide, egy szem szólásmondásunk maradt igazából, nincs más. Igen. Mit választasz? Mit szeretném? Jól gondold meg. Mehetünk? Hát igen, mehetünk. Na figyelj, nem lesz nehéz. Indítjuk az órát, így szól. Repes lój, űrpes jó. Ó! Jó tett helyébe, jót fár. Na várjál, nem mutatok még egyszer, figyelj. Figyelj. Repes lój, űrpes jó. Na, nem segítünk. Ó, hát ez...
Új seprű jól sepel. Még nem hallottam ezt a mondást. Nem hallottad? Új seprű jól sepel. Hát ez az a... Szokták mondani egy új főnökre, aki megjön, és akkor kirúg néhány alkalmazottat például. Nem hallottam. Szokták mondani, hogy új seprű jól seper. Tisztogat, megtisztít mindent, amit kell például. Oké, ettől ügyes volt a párod. Köszönöm. Ez inkább az ő érdeme, igen. Igen, így van. Ha egyedül játszol, akkor ez nem biztos, hogy ment volna. Nem sikerült volna. Jó van, van egy csomó plusz ajándékot, hallgassátok meg a reklámblokkot, jó? Köszönjük szépen. Köszi, csáó, sziasztok. Sziasztok. Hello. Palvin Barbaránál állok sorba 5 éve reménytelenül. Hát, Sanyi. Sanyi. Sanyi az egy hosszú sor. Ekkora duva. Sanyi. Sanyi. 5 perc, a pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Követett a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, péntek van, hát azért ez egy csodás nap. Ez egy gyönyörű. Ez egy fantasztikus nap, és milyen fantasztikus lesz annak, aki majd megnyeri a lehetőséget arra, hogy ott lehessen a Barcelona meccsen. Apám, öcsém, hové, húgom, nővérem, bátyám, anyanyám és a szomszédnén is. Bizonyám, egy helyben. Az órában kell játsszuk az utolsó beugrót. A... Kövi. Kövibe csináltuk? Mm-hmm. Nem úgy csináltuk, hogy és akkor 9-től szavazás. Nem, most 9 óra után gyorsan lejátszuk, és aztán 9 a szavazás. Jó, föl, gyorsan, 10 előtt gyorsan földobjuk. 9 előtt, és aztán 9 óra, 10 előtt pedig eredményt hirdetünk. Ma a kérdés válasz elmarad, és megismételjük az eddigi játékosokat, illetve még valaki oda piríthat, és felülhet arra a repülőre, ami Barcelonába tart majd október végén. Felszállhat arra a buszra, ami a Barcelona stadionjába tart, és végignézheti a Barcelona Granada? Granada, így van pontosan. 30-án, vagy október végén ugye Granadával játszanak. Ott lesz egy pár gól. Lesz egy pár gól remélhetőleg. Nem a Granada részéről. Valószínűleg. Sose lehet tudni. Sose lehet tudni, tudod, kiszámítod. Nézett a... Mondjuk igen, aki ismeri a spanyol poci, tudja, hogy sok esélye nincs, ráadásul otthon. Ha akkor biztos, hogy lesz a másik oldalon. Tegyél a Granadára egy 50-es, hát ha bejön, akkor viszont 5 milliót. Óriási, óriásit kasszálhatsz vele. De fel kell pakolni. Mindenyám. Akkor is tényleg az utolsó lehetőség, az utolsó szalmaszál, ezt meg kell ragadni. Mindenki gondoljon arra, hogy ezen a héten kik játszottak, hogy milyen szinten játszottak, volt köztük abszolút közönségkedvenc, és ugye a tegnapi hölgyjátékosunk, azt gondolom, hogy ilyen értelemben mindent vitt, mert rajongtak érte, hát nyilván főleg a pasik. Fel kell pakolni, oda kell tenni magatokat, tényleg 120%-ot kell hozni. 130, 150. Hát vannak a héten jó játékosaink, vannak, úgyhogy magasan van az az ominózus léc, igen. Azt írja egy tanárnéni nekünk, hogy Bali tévedsz, új seprű, jól seper nem az új főnök tisztogatását jelenti, hanem azt, hogy munkahelyre érkező új munkaerő mindig szorgalmasan, buzgón, teljes erőbedobással dolgozik, hogy bizonyítsa, mennyire rátermett. Tanárnéni. Drága tanárnéni, köszönjük szépen, ez is egy értelmezése. Hát, így van. De hát ki mindegy, ugyanazt mondjátok. Kimi Räikkönen. Igen. Kimi Räikkönen. Igen. Persze, de köszönjük szépen a pontosítást, így van. Oké, gyorsan egy-két közlekedési hír. Ma kevesebb van, vagy elmúlt a teli hold, vagy még nem jött a hideg front, vagy csak egyszerűen, hál' Isten, kevesebb a baleset és minden rendben, de a 10-es út például meglepően jól járható, nincs dugó az M3-as bevezetőjén, minden rendben van mendén. Hát komolyan mondom, nem találok szavakat. Rendőri ellenőrzés várható a Csepeli gyorsforgalmin. Hát a Hüvösvölgyi út szokásos módon elesett, de az szinte mindig. Ezen ma sem tudott javítani. A péntek, Tündi, köszi, hogy elküldted. 10. keletben Pongrácz úton lerobbant egy troli. Szóval úgy zajlanak az események, de azt látom, hogy azért békés péntekre ébredt Magyarország, hál' Isten. Semmi extra. Semmi extra, nyugi van. Megjön az eső, akkor összeomlunk. De addig jó. Addig összeomlunk? Jani, fogadjunk, ez a gumirok, a te ötleted volt, írja Franky. Nem, Franky, erre ne fogadj el. Én így ilyen típusú számot soha nem raknék, soha nem erőltetnék át Balázson, Zsülön, Feri. Jó kis Nickelback, mi volt ezzel a baj? Ma este koncert. Ezzel? Ma este van Nickelback koncert? Én nem megyek. Ez már nem az a Nickelback. Figyelj, oda tudsz csapni. Amit én szeretek. Lehet, hogy a koncerten előveszik a régi koncerten dalokat. Egyébként azt mondják, hogy oda szokták tenni magukat. Tehát, hogy ott jön elő azért a zenekarnak a rokkosabb énje, ez a, nem is tudom mi, ami az előbb ment, ez nem az, ez nem az, ez nálam az a típus, ez a Chad.
Ez te voltál? Igen, hozz kézzel ellenőrzedet. És beszélek anyáddal is. Te valamikor rockzenész voltál. Jaj, képzétek el, ma ottávos kirándulásra megy a gyermek. Yes! De a másik még ott van. Vigyel őt is. Mondtam neki, vigyel az öcsődöt. Hova menne? Lesz. Már hogy nem kell a hely, tehát nem azt akarom kérdezni. Hegyvidék. Hanem hegyvidék, tehát ilyen kis kirándulós, kint lévős, kis kirándulós, kis barátkozós, kis faházas, kis együttalvós, tanáros gyerekes szülő nélkül is. Hegyvidék. 12. kerület. Schwab-hegy. Schwab-hegy. Az úttörővas ott mellett lesátoroznak. Az a lényeg, hogy ne legyen otthon. Alszanak egyet. Nagy készülés volt tegnap. Első? A gyerek igen, de van már nem sok ilyen első, első így van, és ezt bejött egy második, Noelnek hívják másfél éve. Igen, a gyermek valóban első. Az első ott alvós? Nem, aludt már kis barátjánál, de sulisnál az első persze, két hete jár, tehát az első ilyen sulis ott alvós. Kapcsoljátok ki a telefon. Miért lennék ennyire kegyetlenek? Miért csinálnak ilyet? Hát ezt nem tudom átütni. Meli sajnos nem tudok elérni. Nem, csak úgy tudod, hogy kicsit büszke is vagy, meg úgy egy kicsit úgy félted is, meg úgy egy kicsit ott lennél, de azért közben baromi jó, meg úgy ellátott hasznos tanácsokkal, hogy akkor most mit vegyem föl este, te is. Melyik a pizsomája, hol van a kis... Hát túlkoros te, meg kihez tartozol. Te kihez jöttél, te kis szemüveges, te kis pantarásos túlkoros, te. Én pistike vagyok. Épüljek be, én is vegyek egy hátizsákot, és menjek el. És ott látom rajta, hogy annyira cuki, mert hogy dolgozik azon, hogy megjegyezzem mindent. De közben ő már nagyfiú, neki már nem mondja el, hogy ez a melegítője, este faházban alszanak, nem pizsamát kap, vastag melegítőt kap. Este vegye föl az oknit, mert tudom, hogy könnyen megfázik. Kullancsriasztó van, Beni, be fogod magad fújni? Na, puci. Nem, most neked nem mond. Mit mondtam? Nem tudom, mert a Noel elverekedett. tehát nagyjából így történt tegnap a bepakolás, és így próbálsz aggódó gondot szülőként mindent elmondani neki, de közben rá kell jönnöd, hogy el kell engedned. Hát meg kell, hogy oldja. Meg kell, hogy oldja. Közben meg úgy irigylem, hogy ez az egész még úgy előtte van, hogy mi milyen izgatottak voltunk, amikor kirándulni mentünk, nem? És végre nem voltak ott a szülők. Tehát annyira jó szülőként ezt átélni, pedig semmi, elmegy holnap haza, jön, kirándul egyet, tök jó. De hogy mégis olyan izgalom van, meg annyira jó. És akkor kis bepakolod a kis táskát, fikkört, egészen a estig ott pakolt, úgyhogy nagyon. Nagyon jó történet ez. És majd nyilván nem úgy akarja csinálni, hogy te csináltad, akkor ezen fölhúzod magad, most nálunk állandóan lesz. Jaj, apa, az iPad töltött, ne ide te. Igen, persze, apa, PlayStation-ben már kinyit. Igen, apa, nem kell három okos telefon. Egy GPS, karperec, meg egy gyakör. Most a Ray-Bant viszem. Igen, apa, te lapoliszem meg, most a Ray-Bant viszem. Igen. Nem, semmilyen nincs, de azért úgy berakod a kis óvszer, tudod azért. Az... De hogy is így egy használjon. Használj mindig óvszert, kisfiam. Figyelj oda! Ne, nyilván nem, de hogy ez annyira jó. Úgyhogy egy gyerek. Hát akkor tudod továbbvinni a statfétát, vagy mi? Hát az már nekem tegnap tovább kell vinnem. Igen, és elviekben. Hát, szomorú híreim vannak. Első nap. Gyerekek, szomorú híreim vannak a stafétabot átvállalásával. Nem futunk 4x100-at váltóba, vagy én engem nem visztek magatokkal a következő váltóra. Ugye Feri tegnap... Feri tegnap átadta a stafétabotot, mondta, hogy 6 nap után kimerült, le a kalappal. Mondtam, hogy tesó, bízzad benne, add át, majd én tovább viszem az örökséget. Tegnap átjöttek anyukám még. Volt egy ilyen kis... Akkor már... Jó, meg is vagyunk. Barcelonácskát? Tulajdonképpen meg is vagyunk ezzel a szörrel. Megjöttek anyám egy kis hát. Engem se izgatott fel annak idén soha az érkezés. Nem, úgy nagyon jó volt, szalonát sütöttünk, meg beszélgettünk, meg unokáztak, meg nem tudom, és én úgy ilyen fél lapítva kinyitottam egy ilyen fél rozét, tudod, hogy úgy hát. Hogy legyen hangulat. Azt úgy párszor én azt úgy üvegből úgy frankon meg is húztam az azonosítés alatt. Ettől egy ilyen kellemes elbódult állapotba kerültem, és láttam, hogy a Viki nagyon pakol, mondom. Gondos asszony. Tovább turbosítok, utána letámadás. Utána teljes. Aztán már csak arra emlékszem, hogy azt mondod, hogy hol a cökömbe van? Minden egyes jó, itt a papucsod, itt a kullancsírtod, én egy-egy kortyal tovább turbosítottam. Itt a kullancsírtod, ünnepeljük meg az okli, ünnepeljük meg a kullancsírtod. Úgy üvegből, ahogy kell, ilyen rettenetesen egyszerű módon, semmi kis. Turbosítottam egy kis rozét, Viki ott bepakol. Arra még emlékszem, hogy én tettem le a kicsit.
Viki tette le a nagyot. Aha. Utána valahogy bekeveredtem a másik szobába, ahol a Viki így megpróbált egy ilyen, nem figyelmeztetni, hogy azért ma van egy fogadalom, de úgy valamiféle közeledést, amire én már csak dünnyögtem egy párat. Harsinya kötőbe van. Majd arra emlékszem, hogy 10-kor egyedül megriadva valamelyik gyerek szobából átmegyek a saját szobámmal, és így függőlegesen bedőlök az ágyba egyenesen, és reggel vár egy SMS a feleségemtől. Hát ma nem voltál egy galapagoszi teknős, és becsatolt egy 444-es cikket, ami arról szól, hogy annyit szexelt a 100 éves teknős, hogy megmentette a kihalástól a saját fajtáját. A drága feleségem ezt belinkelte, és még tegnap látom 22-24-kor elküldte, hogy hát ma nem voltál egy galapagoszi teknős. De gondos asszony. Látod, még a tudomány is benne van. Látod, milyen gondosan próbált ő felhívni a figyelmet arra, hogy meglehetősen hanyag módon intéztem én ezt a stafétabot átvállalást és a váltó további vivését a hátam. Szóval tulajdonképpen homályos részletek vannak meg a tegnap estében. Felfújni megint kell. Azt már nem folytatta, hogy mit csinál, de ezt még így 11-kor elküldte nekem, hogy az ő ura nem egy galapagoszi teknős. Elolvastam reggel ezt a cikket, és akkor jutott eszembe, hogy ó, tényleg, hát valaminek történnie kellett. Hagyjon feleségem. Úgyhogy gyerekek, szépíthetném a dolgot, mondhatnám, hogy ide nekem a további napokat, de elbuktam a testen, úgy az első napon, mint a húzat. Magányosan az én kis rozémat, magamhoz ölelve. Már csak az üveget. Rohadt nyomorúságosan bedöltem az ágyamba. Már csak te maradtál nekem, Rozika. Nagyjából tulajdonképpen ez. Nagyjából ez történt. Rozika. Úgyhogy, hát, ennyi. Hát ez egy kudarc. Szemét aljas volt, ez aki megírta azt a cikket erről az amerikai nőről. De tényleg ilyen komolyan mondom, miért kell komplexusokat kelteni bennünk magyar férfiakban? Feri elvérzett 6 nap után, ami egyébként egy csodás teljesítmény. Én a gyatra szánalmas nyomorúságos teljesítményem, mert neki se veselkedtem a továbbjutásnak, mert hogy az első nap úgy véreztem el, hogy igazából semmit se tettem. Volna. Én azt hiszem, hogy egyébként igen, le a kalappal. Szóval két gyerek, altatás, fürdetés, még a munka, még ezt, hát van benne lendület. Hát. De egyedül maradt a harcban. Ez a baj, bali puhány gyerekek. Úgyhogy ennyi. Na, hát... Kérdés, hogy átveszed-e, vagy... János, válasz-e bármit is, vagy kivonulsz a dologból. Legalább megpróbálod-e tovább vinni a dolgot, és bevállalod hétfőn, hogy nyomorúságosan delt a péntek este. Sajnálom, amit tudnék. Ja, de mekkora kamus vagy, persze. Ma dupla ez írja egy hallgató. Nem, én nem hiszem, én ezt feladom, én nem hiszem. Akkor ma is Rozika? Inkább Rozi. Rozi. Egy kis Rozi, egy kis szóda, az a bali basz. Szóda. De mi, ha begyinázott is így akart elkapni, érted? Valamit kevert a rozinba. Hát vagy nem akarta, hogy elkapd. Vagy elkárított, mert végre egy kis nyugalmat akart, és azt mondta, hogy ma biztos, hogy nem. Biztos rossz ilyet. Hát. Igen. Na jó van. Oké, hát erről ennyit. Megyünk tovább, drága hallgatók, tartsatok ki. Tudom, hogy már tükön ültök, és gólőröm játékot játszanátok. De 9 óra előtt jön majd csak a kérdés. Jó? Viszont gyorsan kell válaszolni. Milyen nehéz? Miért írtál így péntekre? Nem kell még elmondani, annyira, csak hogy... Annyira könnyű, hogy az hihetetlen. Tegnap ugye egy picit nehezebb volt. Ebben az esetben, aki ezt nem tudja, egyébként kb. 3 másodperc alatt le lehet vadászni az internetről, ezt mindenkinek tudnia kell, akinek bármilyen köze volt, vagy van, vagy tehát könnyű szeretne, hogy legyen Barszához. Persze. Jó, kegyes voltál akkor. Kegyes voltam. Jó van, oké, nem az élet kemény balitá vagy csicska. Így van, abszolút. Hát ezt az én mondásom, hogy ezt abszolút vállalom. Most megnéztem a kérdést, igazabb volt az elő. Hogy? Nem hazudtam az előtt. Nem emlékeztem már, hogy mit tudtam. Te kamus, csak bemondtad? Nem is emlékeztél a kérdésre? Jó, de nem nehéz. Tegnap a Láncid Rádióban szóba került, hogy Balázs csütörtökig minden este ivarkodik. Igen. A szerdai lokálban ezt írja. Hogy elkezdtek így bulvárosodni? Bulvárosodik a Láncid Rádió, igen. Na, egy nagyon helyes híreltől készültünk. Talán sokan jártak már hasonló cipőben. Mert az ominózus nagy kölcsönkérésekről szeretnénk egy kicsit beszélni, de nem feltétlen anyagiak formájában. Nem arról lesz szó, hogy kölcsönkért a rokon, vagy kölcsönkértél te és nem adtad meg, hanem amikor kölcsönkértél valamit,
és abba kárt tettél, és nem tudtad, hogy hogyad vissza. Ugyanis a napokban történt, hogy lenyúlt a rokon autóját, összetörte, majd elszaladt a zalai tini. A történet egyébként elképesztő. A fiúhoz és családjához rokon látogatásra érkezett az unokatestvére, aki a hajnalórákban elaludt. A fiatal ember csak ezt várta, a rokon zsebéből, aki érkezett családlátogatásra, kihalászta a sluszkulcsot, bepattant az autójába, és neki indult az éjszakának. Nem lehet tudni, hogy egyébként hova ment. Egy lasztonyai tiniről van szó, ugyanis összetörte abban a pillanatban az elemelt autót, amit aztán ott hagyott, elmenekült, majd visszarohant a tetszín helyére. Furcsa esemény láncolatok, nem? Ellopod, összetöröd, elmenekülsz, visszarohansz. És néhány kilométerrel arrébb már ő lesodródott az útról, neki ment egy szalagkorlátnak, később a tulaj felkelt, észrevette, hogy az autója nem parkol a ház előtt, be is jelentette, de feleslegesen, mert az összetört kocsira maga talált rá, egy lasztonya és báza keretje közötti mellékúton. A történet ezért is érdekes, tehát, hogy ő elindult gyalog. Ő elindult, akkor gyalog megkeresni az autót. Ez nem egy jelenet a mikroszkoszibban, valamelyik között is elég. Lasztonya és báza keretje. A defektú új jelenete, lasztonya és báza keretje. Annyira Selmeci Tiboros. Igen, lasztonya és báza keretje. Köszi mellékúton. Mire a zsaruk kiértek, a tettes is visszarohant a helyszíre, kiderült, még jogosítványa sem volt. Oh. A tini tolvajt előállították és kihallgatták. Hát akkor ez ugye nem klasszik kölcsönkérés, hanem ez egy lopás, tehát úgy kezdődött a dolog. Igen, hát ez egy kölcsönbevés. Kocsit azt én is amortizáltam le, a faterét, az 1-2-es ladát, az öreg ugye autóval járt dolgozni, járta a megyét, és hát mindig korán feküdt, mert ő állattelepekre járt ki, oda meg ugye hajnalban kell menni, korán feküdt, és akkor mi elhatároztunk, hogy elmegyünk Gyulára diszkóba. Ó, a Gyulája, a híres, mi volt a díszgyi neve, tudod? Még nem, Kalász vagy. De az a kígyósi. Ja, kígyó, a kalász. Ezt nem tudom, már ezt nem tudom feldolgozni. Toklász volt a diszkó. A Toklász diszkó, és akkor eldöntöttük, hogy világot fogunk látni, már egy hete szerveződés, és mondtam, hogy péntek este hazajön a fater, ő eldől, ugye, mert még szombaton is van dolga, korán fekszik, én kitolom a ladát, mert nem indított be, mert annak ugye van hangja. Tehát kitolom a ladát, és akkor összeszedlek benneteket, irány Gyula, és akkor összeszedtem a srácokat, és van egy 90 fokos balos kancs. És a kulcs benne volt? Vagy a, tehát nem, azt el kellett venni. El kellett venni a briefkóba. Konyhafiókban. Konyhafiók. Nem egy őrszívont apád nyakába. Igen, igen. Egy cápafog és egy tigrisfog mellett. Egy ártányfog mellett. Igen, tomahawkkal kellett levágni. A hátán ugye közben fogta két kézzel a kulcsot, és a 90 fokos jobb kanyarba úgy mentem bele, mert ezt én tudtam, hogy vissza kell váltani, és azzal lassítod az autót. Ezt négyből egybe sikerült. Nem nagyon akarta bevenni, de végül is sikerült. Ráengedtem a kuplungot, és azonnal szétszakított a kuplungot, ott a váltó lett valami akármicsoda, és hát ott ugye álltunk az autóval, mi is gyalog visszasúnyogtunk, még tán vissza is feküdtünk aludni, és az volt a fedő sztori, hogy el akarták lopni a kocsit. De hát ezt kb. 5 percig tudtam apámnál mondani. De hogy... azt mondtad, hogy ellopták? Tehát igen, hogy te... hát, hogy nem én voltam, én itthon aludtam fater, hogy próbáltam egy ilyen 3 percig, de az öreg így rám nézett azokkal a szemeivel, és akkor mondtam, hogy bocs. Mi voltunk. Igen, ez baromi kellemetlen, amikor úgy kérsz kölcsön valamit, hogy utána nem tudod visszaadni. Az. Nekem is volt egy általános iskolai osztálytársam, aki kölcsön adott egy gitárt nekem. És nem tudom, milyen okból kifolyólag én bevittem az aciba. Aha. Igen, ezt viszont nehéz megmagyarázni. De a mai nap... Várjál. A történetből az a szép, hogy én nem tudom ezt miért csináltam, bevittem az aciba, és kaptam akkor érte, mint a x000 forintot. De annyira lelkiismeret furdalásom volt. De miért? Hogy soha büdös életben nem mertem elkölteni azt a pénzt. És tudom, hogy beraktam egy ilyen kis bőrtáskába, és ami nagyon nagy összeget kaptam akkor érte, és soha nem mertem hozzájönni, mert tudtam, hogy nem cselekedtem. De mai napig nem tudom, hogy miért vittem be az aciba. Egy kölcsönkért gitárt miért vettem? De és kiváltottad az aciból? Igen, tehát én nem tudtam azt a gitárt kiváltani. Meg valószínűleg egy többért másik kellett volna kiváltani, mint amit kaptál érte. Ezért azt csináltam, hogy elvittem egy másik gitárt. Tehát beraktam ugyanabba a tokba, mert ugye én tok nélkül vittem be az aciba, és kiváltottam, mert ők egy idő után már nagyon visszakérte azt a gitárt. És kiváltottam az aciba, illetve bevittem neki egy másik gitárt.
Maradjál már. De ez. És odavitted neki is. Oda vittem neki egy másik gitárt, amit nagyjából ugyanazért az összegért tudtam megvenni, tehát én nem kerestem de rajta. De nem ugyanolyan gitár volt. Ne, de egy dobgitár, csak aha, nem ugyanaz. Balázs, de nem ugyanaz. Ez egy elektromos volt. Ez enyém egy, igen, egy Stratocaster volt, egy Fender, ez meg egy nem tudom, egy Ibanez dobgitár, persze. És nem is tudom, hogy úsztam meg a dolgot. Köszönöm még egyszer! És elszaladtam, hogy mi? Nem, beraktam neki, emlékszem, még egy ilyen piros műbörtok volt, de hogy az egész történet annyira nyomaszt, hogy a mai napig baromi eleven él bennem. A pénzből semmit nem költöttem, mert beraktam egy hasonló gitárt egy piros műbörtokba, és én odaadtam neki. És napokig, mint tényleg a bűn és bűnhődésben raszkolnyikok, mikor várod, hogy rátörik az ajtót. Örlődtél azon, hogy mi lesz, ha felfedezi, hogy nem ugyanaz a gitár. És képzeljétek el, hogy valami isteni szerencse folytán soha a büdös életben ő többet nem állt oda elé, hogy ő nem azt a gitárt kapta vissza, amit egyébként nekem ad. Hát nem vette észre. Igen, hogy hány évig volt bent az aciban, mert azért egy öt nagyon sokáig volt felem. Nálam a gitár, de közben már nem volt nálam, hanem bent volt az aciba. A pénz a pénz nálam volt, és aztán egy hasonlót kapott vissza, nagyon rosszul jöttem ki a dologból, meg kicsit belebetebettem. Keresni nem kerestem rajta semmit, máig nem értem, hogy miért csináltam. És nem jött oda, és mondta azt, hogy figyelj Balázs, Sebi, akkor még az ott becsinál. Ez nem az a gitár. Figyelj, csak van nálad egy erősítő, meg egy hangfala. Hát, ami nálam lenne, azt már keresd. Azt már keresd az aciban. Nem jött oda, és nem paraszkodom. Nem, kézed, hogy soha nem derült ki, vagy nem vette észre, vagy igazából nem volt neki fontos, hogy nem az ő gitárja volt, de nem derült ki. Vagy nem szólt nekem, hogy Balázs, ez nem az én gitárom. És a kismadár is Peti, amit eladtál nekem a múltkor. Az is nagyon keveset mozog. Jó, de az egy vakkisfiú volt. És visszaragasztottam a fejét, úgyhogy hát, tudod, hogy abból nem volt. De olyan nem volt, hogy elmentetek egymás mellett a folyosón, és láttál valamit a szemében? Hogy rád nézett, és ilyen fura volt a pillantása, vagy ilyesmi, hogy ő tudja, hogy... Hogy ez nem az a gitár. Ez nem az, valahol legmélyen sejti, hogy nem ugyan. És máig egyébként rejti, hogy vagy nem vett észre, vagy nem tudta, vagy nem az ő gitár, de miért nem lett ebből balhé, hogy nem azt a gitárt kapta vissza? Nézd meg, semmi baja nincsen a gitárodnak. Én a piros műbörtokban így, ahogy van, így odaadtam neki. De és vártam a leleplezést. Az ő műbörtokja volt, mert én a tokot azt megtartottam, azt nem vittem be az acira. Az zavarta össze. Persze, és így nyitogatta, tudod. De nem lehet, hogy Ferinek van igaza, hogy soha többet nem nyitott neki. Megnyugodott, és azóta ott van az a gitár. Nagyon ilyes dobos lett belőle. Ugye, mai napig nem tudom, hogy miért csináltam egyébként. Szóval, hogy soha senkit nem vágtam át pénzzel, meg nem húztam, nem tudom. Akkor fényt kaptam, átás is kell, adtak értem 1000 forintot, vagy 800-at, vagy 2000-et, és azt gondoltam... Biztos láttad, hogy apád az acu után mindig nagyon vidám. De rohadjál meg! Apám az acu után mindig annyira be volt karma, mondom, mi történik az aciba, kipróbálom. Én gyorsan kölcsönkértem egy gitár. Több fehér folt, mert a szoba falán, mert mindent eladott. De nem azt ír, hogy ő is csak kölcsönkért a gitár, mert ő is bevitte az aciba a másikat. Tényleg. Tehát ez egy ilyen lánc volt tulajdonképpen. Meglátta a gitárt, és infarktus kapott, azért nem keresett. Nem, mert utána még egy pár évig együtt jártunk, és soha nem lett belőle balhé. Mondom, én fél évig összerezzentem, amikor megláttam őt vagy a szüleit, hogy most jönnek oda hozzám, és tényleg elkapnak, és egyszerűen börtönbe kerülök, és soha nem lett belőle semmi. Hol a gitárunk, Balázs? Hol a gitár? Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, nagy kölcsönkérések, nem anyagiak formájában, ütvefúró, hilti, lomfúvó, fregoli, bármi, amit kölcsönkértetek, kárt tettetek benne, valljatok, majd úgy adjátok vissza, hogy nem szóltatok, vártátok a lebukást, bevallottátok, felhívtátok, kicseréltétek, nem azt adtátok vissza, vannak lehetőségek, nem? Vannak bőven. Amit kölcsönkértünk, de nem úgy adtuk vissza, jó? Úgyhogy írjátok meg nekünk, mi történt, jövünk az SMS-ekkel a hírek után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Na mi van, ki vagy az acisztorimon? Kicsit hát, rád... Azért vagyok ki, mert van nálad egyébként nem olcsó erősítő fej és egy hangfal. Így van. De kivételesen tudom egy oranzs erősítő és egy Marshall hangfal, tehát így engem van. Te nem cseszel át, kisfiú. Érdekes, baromi régen nem láttam már. Mikor lemegyek oda az alsó alaksori színbe, a pincerészbe, a kazamatákhoz. Ami beázott. Igen, ugye? Ráadásul egy mihatukában felázott. Nem láttam. A pinceablakot arról nyitjátok, megcsukjátok, nem? Persze, arra valamire jó. Igen, írt egy hallgató még az előző zacis sztorihoz kapcsolódva, hogy én bujkáltam ugye előle, mert féltem, hogy
kiderül, hogy ugye nem azt a gitárt adta vissza, ő viszont azt hitte, hogy egy jobb gitárt kapott vissza, ezért bujkált előlem, és még évekig kerülgettük egymást, és bujkáltunk egymás elől a folyosón. Ő lehet, hogy azóta nem is játszott azon a gitáron, mert nem mert játszani rajta, nehogy valami baj legyen, mert egyszer visszakérhet. A gyerek, aki szegényként nőtt fel, és szerintem mi mindhárman egyébként nagyon nagy szegénységben nőttünk fel, ugye? Hát, hogy megvolt minden, de azért nem voltunk gazdagok. Az egyszerűen minden nap elment az acél előtt, és kicsit kacérkodott a gondolat, hogy egyszer ne jó lennénk, de bemenni valamivel, majd kisétálni egy csomó pénzzel, nem? És hát nem egy kölcsöngitárral kell ezt megcsinálni. Amit aztán nem mersz elkölteni, nem mersz elkölteni, tényleg egy bűn és bűnhődés ez a történet. Hogy szegény öreg néni, ugye mit csinált vele Raskolnikó, aztán mennyi ideig bűnhődött ő végül. És tulajdonképpen a pénz. Lehet, hogy otthon van a nagyjából. Nagyjából ugyanazért az összegért vettem meg egy másikat. Tehát, hogy mondom, nagyon nem kerestem rajta, meg nem is került többbe. Akkor sem mertél hozzá nyúlni, amikor már vetted a másikat. Inkább saját zsebről. Nem, megkipítettem azt, megvettem, és mondtam, lesz, ami lesz, igen. Na, ugye nagy kölcsönkérésekről beszélgetünk, amikor valamit kölcsönkértetek, és nem úgy adtátok vissza. De inkább olyan SMS-ek jönnek, és ez sem baj, amikor kikölcsönadtatok valamit, és aztán nem úgy kaptátok vissza. Úgyhogy... ezek is jók egyébként. Nálunk a szomszéd elkérte a láncfűrészt, keverék helyett sima benzint ötött bele. Oh. Pedig az órára kötöttem, hogy nehogy azt. Mikor tönkrement, visszaadta, hogy köszöni, de sajnos már rossz volt, mikor én adtam oda, és nem tudta használni. Azt hitte, elfelejtettem, hogy vasárnap reggel 6-kor a saját fűrészem hangjára ébredtem. Mekkora bukta. Azt mondja, hogy... az egyéves Ford Mondeo-mat kérte kölcsön a haverom, mert Lagzió mentek Burzsujékhoz, visszahoztam, másnap reggel indítottam volna a kocsit, de semmi nem történt. Hívtam a szerelőt, és kiderült, hogy hiányzik az olajteknő az autó aljáról, és a motor teljesen meghalt. A szomszéd kérdezett rá pár nappal később, hogy miért trélerrel jött haza a kocsi. A haver trélerrel hozta vissza, és tette le a lakótelep parkolójában, úgyhogy nem szól. Nagyon jó. A végén nagy viták után megvetettem vele az autót olyan áron, mint a hibátlan lett volna, én megvettem egy másikat. Az mi, hogy trélerrel hozod vissza, lerakod, és nem szólsz? Azért oda kellett koppantani valahova az alját, hogy az olajteknő eltűnjön. Igen. Én egy gitárerősítőt kaptam kölcsön koncertre, ami után fél évig a szobámban pihelt, mivel jobb volt, mint a sajátom, és azt használtam, hogy idő után elkezdett recsegni, torzított a csatorna, később már nem is szólt. Fél év után visszakért a srác, magammal reménykedtem, hogy nem veszi észre, mivel ő effektpedállal csak a tiszta csatornát használja. Valószínűleg nem tűnt fel neki, mert 3 éve nem paraszkodott. Azt mondja, hogy nagyja a szomszéd rakétaporcivóját kérte kölcsön, hogy fölszívja a mosógépből kifolyt vizet. Visszaadás után szólt a szomszéd, hogy nem működik, mami azt válaszolta, hogy nálam nem, csak a végén füstölt. egyébként. Nekem ismerősöm kérte kölcsön anno az eredeti műsoros kazimat. Miután lemásolta magának, kicserélte a szalagot, hogy az övében legyen az eredeti jobb minőségi cucc. Ezt mostanában merte elmondani körülbelül 15 év után, Laci küldte nekünk. Falusi Rokontól kölcsön kértem az Aranyeső Lyukában című filmet. Húha. Kiváló darab. És rávettem véletlen az Úszóerő című filmből azt a jelenetet, amikor Erika elanyák félpucéran kijön a tortából. Nagyon gáz volt 13 évesen. De nagy, mikor belemásoltál a kölcsönkért kazettában, vagy rávettél valamit. Úristen. Apu vett egy laptopot 8-9 éve, elkezdett lassulni, 5 gyerek használta, odaadta egy ismerősének, hogy csinálja meg. Visszahozta, hogy menthetetlen kuka, apu még őrizgette, hogy majd megcsináltatja. Pár informatikus, mikor összejöttünk, megnézte, ki volt pakolva a belseje. Tehát a rokon kipakolta a laptop belsejét. Se RAM, se Winchester, semmi. Apu szólt az ismerősének, az ismerős azt mondta, az már ilyen volt, mikor ő megkapta. Úristen. Apámmal elkérettem a bátyám elektromos pumpáját, a pumpálás után nem vettük észre, hogy a kerékről 500 méteren keresztül vonszoltuk a pumpát, mert nem kötöttük le, a pumpa nem élte túl. Remélem hallja. Remélem hallgatja. Petya küldte nekünk. Azt mondja, faterom 2004-es passzátjával durrantottam neki hátulról a villanyoszlopnak, tél volt, nagy gyár parkolójában parkolt, azt mondta valaki biztos neki tulatott. A mai napig nem derült ki az igazság. Na most már igen. Pár éve a szomszédom kölcsönkérte a biciklimet, hogy kimenjen vele horgászni, a terepen viszont elszakadt a lánc, de hogy ne vegyem észre, ne neki kelljen megjavítatni, úgy adta vissza, hogy pillanatragasztóval összeragasztotta a lánc. Gondoljátok, mennyi ideig bírt, amikor használni akarta, amennyire meleg. Na, egy kis pillanatragasztó, minden megold. 3 kilométerről a sebességgel tolód át hozzá, hogy nehogy addig lehessen a lánc. Én adtam kölcsön többször is a lószállítomat, versenyszerűen díjugrattam, mindig történt a futóval valami, de a legdurább az volt, mikor szó nélkül úgy rakták le használat után, hogy a kibújó ajtó úgy szét volt nyilván, amit nem értettem. Kiderült, hogy tehenet szállítottak benne, és mivel nem ehhez volt szokva a jószág,
ott próbált kimenekülni, ahol egy ember is alig tud kibújni. Állítólag mert beszorult, szétfeszítette, illetve még jobban ki kellett feszíteni, hogy kiszedjék. Saját pénzből kellett megcsináltatom, azóta nem szívesen adom senkinek. Ez amikor a tehén megpróbál kibújni az ember, kibújjon a lószállítón, nincs hozzászokva, hogy azzal szállítják. Hát, nem kompatibilis a tehén a lószállító. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Emlékszem, egyszer a szomszédunkban lakott egy Szilvi nevű lány, és valahonnan kapta, fogalmam sincs honnan, nyugati kazettákat. És volt köztük egy Metallica kazetta és a Master of Puppets. És hát, tudjátok, hogy abban az időszakban a nyugati kazetták, nyugati lemezek iszonyat jól szóltak, és kölcsön kaptam tőle. És nem tudom, milyen okból kifolyólag, de ezeknek a kazettáknak, ezek a kis, pici kis fülei nem voltak kitörve, amik megakadályozták volna abban, hogy beletörőjél, vagy rámásoljál valamit, vagy ilyesmi. És képzeljétek el, hogy az első számból betörőbe sikerült beletörölnöm, de egy ilyen 10 másodpercet, ugyanis olyan kazettás magnón volt, aminek egybe volt a lejátszó gombja, a felvő gombjával, és véletlenül benyomtam egyszerre, és belevettem. Ismerem, ha stop meg a play gombot nyomtad egyszer, akkor fel. Igen. Tudom, klasszik. Annyira befostam. Vagy a rek meg a play gombot egyszerre. Teljesen kész voltam tőle, nyugati kazetta beletöröltem, hogy adjam vissza. Kölcsönkértem az egyik haveromtól egy másolt Master of Puppets-et. Háromszor vettem rá az első számot, mert mindig az elején meg a végén volt egy kattanás, amikor ki meg bekapcsoltam a magnót. De béna! Annyira nyomorult volt, és a végig az volt a másik rinya, hogy a következő számba a Master of Puppets-be beletörlök, mert hogy nem tudtam kimérni, hogy hol az elején meg a hol a vége. Olyat szakköröztem, egy délutánom ráment, és a végén visszaadtam, és ugyanez volt, mint a nálad a gitár, ugyanaz a rettegés, hogy mikor persze. Fog becsöngetni, és utána minden csöngetés azon a héten azért és kinéztem így az ablakra, a függönybe gült, csak nem a Szilvia. Igen, jöttek. Észre vette Szilvia? Szerintem nem vette észre. Valószínűleg azt észrevehette egyébként, hogy a betörő nem szólt annyira jól, de utána Master of Puppets, ugye? Az viszont. De jó szorik ezek, igen, amikor megijedtél, mert belevásoltál egy kazettába. Barátomnak kölcsönadtam egy 45 ezer forint értékű szerszámot, amikor kértem vissza, azt mondta, hogy ő is kölcsönadta egy barátjának, aki eltörte. Mondtam neki, semmi baj, vegyen egy másikat, nekem is kész. Nagy sokára vett is egyet, azóta is nála van, amikor kérem tőle, azt mondja, az az övé, ő vette. És tulajdonképpen az enyémet nem ő törte el. Igen. Szívesen kölcsönadja nekem pár napra, ha szólok, akkor vigyem el nyugodtan. Óriási sztorik ennek egyébként. Hát mégis nem, igen, nem ő tört el, igen. Kölcsönadtam bátyámnak a motoros láncfűrést, kosárban kaptam vissza. Lego, tessék. Na jó. Oké, hát köszönjük az SMS-eket, nagyon jók jöttek. Drágák vagytok, hogy írtatok. Menjünk át gólöröm játékunkra. Persze, jó, térjünk át a játékra. Az utolsó hely kiadó Barcelonában október végén a Nou Camp Stadium, a gyerekek, ez egy óriási dolog. Valaki jöhet másodmagával, és ott lett Barcelonában, a Barca-Granada meccsen, a Beko páholyában ráadásul, ami, hát, ahogy mondtuk, nem kakasülő. Szóval 8 méteren. Középen lehet, vagy az a menő, hogyha a kapu mögött van? Melyik ez? Középen szokott középen. Középen. Az a jó? Ja, mert akkor akárhol nincs focizik a csapat, mind a jó részek azok mindig a pálya közepétől pár sorral följebb, középen az a páholy rész, ott ülnek a jó, hogy a kommentátor állás alatt legyen kedves Beko, szalmi spanyol kommentátorot végigordítsa az egész meccset. Hello! Halló! Szponzorunk! Hola! Hola! El tudom képzelni, ez jó helyen van. Biztos, hogy a legjobb. Beko páholy, ez biztos, jó helyen van. Hát az egyik fő szponzora a Barszának. Na! Hogy szól a kérdés, Jánosová? A kérdés a következő. Annyira bonyolult. Melyik évben alapították az FC Barcelona? Jézus, hát ez a jó szívet fog a sírba. Nem tudtam, komolyan nem tudtam könyörtele lenni. Mi? Nem tudtam olyan kis rohadt gyökér lenni, mint amilyen máskor szoktam. Milyen kicsi, apró ember, és milyen nagy szív dobog. Ugye. Ez, amit látsz, ez csak a csomagolás a szívem. Nézd, az egész ember egy kétlábon járó szív. Semmi más. Egy kétlábon járó pulzáló, dobogó, lüktető szív. Egy rohadt nagy dobogó szív vagyok, óriás pitvarokkal, öcsém. Ez a legegyszerűbb. Nézzétek utána az interneten. Jó, nem tudjátok? És akkor írjátok meg nekünk. Írjátok meg, hogy kik vagytok, írjátok alá, hogy miért szeretnétek nyerni. Tehát egy pici kis rövid indoklást azért küldjetek a jó megfejtés mellé. Jó, a hírek után megmutatjuk majd az eddigi játékosokat, hogy kiket kell überelni. Szerintem 2 csütörtök van igazán versenyben. És utána játszunk is gyorsan, hogy föl tudjuk tenni a Facebook oldalra mind az 5 jelöltet, akire aztán ti tudtok szavazni lájkokkal, és akkor 10 óra előtt eredményt hirdetünk. Jó? Valaki ma nagyon boldog lesz. Valaki szerintem a boldog lesz, igen, de még egy hely kiadó, úgyhogy... És nem Viki.
Egy tessék. Hát, az már elment az a vonat. Az már elment. Távolban egy fehér vidor. Az csak már elment. Viki ment, Rozi jött. Rozi jött. Magam az elálltam, azt bealudtam. Igen. Szóval írjátok meg, hogy milyen jó megfejtés. Jó, mi pedig jövünk nem sokára a játékkal a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Kilenc óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Ma még jó idő, tessék napozni, ha tehetitek. Hányan sohajtottak föl? Napozzál te az üzembe! Napozzál! Ablak sincs! Elestél, és ott maradtál, lemaradtál a földön, ezért feküdtél ki a napra, vagy megbotlottál, vagy berúgtál? Mert egyébként nem vagy napon. Egyébben csak 10 percet, amíg leérsz a metróba az aluljáról. Ez volt az éves 20 perc. Szedsz egyébként cserébe D-vitamint? Nem, most nem. Most nem, az őszszomba kezdek elszedni. Nem, ilyenkor nem kell. Neked igen, mert te 30 fokos. Mennyit te vagy. 30 fokos napon is. Te nyugodtan szedhet. Odafigyelek egyébként rá az őszi évad, amikor ugye már a napsütés és órák száma csökken, ahogy a szakértők szoktak mondani, én szoktam szedni. Szedjél. Te szoktál szedni? Én szedek. És mondod, mint a... Nem, én nagyon hiszek a D-vitamin, és nagyon sok... Igen, basszus, te hülye vagyok. Nagyon sok jót olvasok róla, és nagyon sok minden meg lehetne előzni a magyar lakosság egy kicsit több D-vitamin szedni. Egyébként fontos. Nagyon. Igazából a vitaminok közül az egyik legfontosabb. Hát ha már nem vagy napon, nyilván nyáron kevésbé kell, mert akkor azért az egészségesebb emberek, vagy nálad napfényorientáltabb emberek azért vannak fényen, természetes fényen van. Te tényleg olyan, mint egy vámpír. Este felé azért már csípősebb az idő. Tehát kimentem tegnap este locsolni, aztán a Móni húzott be, így ér meg elmereved. Igen. Komolyan. Tehát akkor már hősödik az idő, persze. De hát jön az ősz, gyerekek, jön az ősz. Ami még egyébként szép, én rájöttem, hogy én nem szerettem soha az őszt, és hogy öregszem, kezdem megszeretni. Van benne valami szép. Kicsit takarót magadra húzott kockás pléd. Ahogy úgy beszínesedik a természet, kicsit mindenki készül a halálra, nem? Igen, nekem is ez a része. Nem úgy érzem, és úgy tudod, hogy most meghal, de aztán valahogy minden ugyanúgy megy tovább, kinyílik, újra élet, felébred, szép lesz, zöld lesz, de hogy a természet kicsit elkezd tudatosan így felkészülni arra, hogy meghal. Ja, nem? Mi is, amikor sétálunk az erdőben Mónéval, és akkor szóra parcella, úrna szóra, jaj, olyan bolond vagy. Nem feltétlenül erre gondoltam, hogy szóra parcella, de mégis lehet ez is. Kert kinek műtet szív az őszről? Mit tudod, kopos neked? Elég csúnya volt a életed. Ez is lehet. Mert elmész túrázni, és gyönyörűen színes az erdő, közben már úgy hullanak a levelek, és úgy van benne valami szomorú, de közben mégis tudod, hogy ez csak egy ilyen átmeneti gyerek szomorúság. Gyerek sír, apa, menjünk haza, unom. Igen, én ott túrom a lombot a lábammal, a gyerek már unja. Nem, tényleg, úgy valahogy régen nem szerettem, most már szeretem. Apa, akkor menjünk vissza. Veszélyes környék. Apa, már volt két jobb kanyar, na jó, hozd a kocsit, menjünk, ez már túl durva. Apa, elfogyott az aszfalt. Jézusom, tényleg, miért nem szóltál előbb? Rohadjál te meg. Mondtuk is, nagyon mérges voltam, elmentünk túrázni dobogókör, és nem lehetett a végéig fölmenni kocsival a kilátóig. Tehát mondtam, picit nem is értem ezt, hogy várják az embert, hogy túrázom, hogy a parkolóba le kellett tenni a kocsit a kilátó előtt 500 méterre, elmondom, világ ez így? Lehet így élni? Nem lehet elmenni egészen a kilátóig. Itt vagyunk végre a sziklákkal. Nem, az egy termésköv fal. Igen. Ez nem, az egy hideg burkolatok a falakozó cég, menjen talán még 500 métert. Kicsit feljebb, igen. Jó, nem, tényleg szép az ősz. Na, hát akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet az utakon. Miért van ma kevesebb közlekedési hírünk? Nyugi van ezt a csend? Csend van, béke van? Nem. Ez is igaz, lehet, nem nyomtam frissítés gombra. Hát gyerekek, őrület van már, mint ami a Barcelona játékunkat illeti, mindenki ki akar jutni, és hát szóval igen, de hát csak egy embernek lehetséges, úgyhogy nem sokára valakit visszajövünk. Készüljetek, jó? Nem sokára meg csörren valakinek a telefonja. M3-as Pest felé, 93-as kilométernél trafi, és útjavítás a 83-as kilométernél. Ezt Maci küldte nekünk, Maci, köszi, hogy elküldted. Picit talán lassabb az áthaladás az Árpád hídon, különösebb oka nincs, írta nekünk Ági. Valamint trafiznak az M1-esen a 156-os és a 157-es kilométer között.
mérik a Budapest felé haladókat. Nighty Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hatalmas baleset a Fogarasi úton. Már, ha minden igaz, akkor rendőr irányítja a forgalmat. Óriási dugó van. Aki tud, az hagyja. Aki tudja, kerülje el a Fogarasi utat. 4 autó totálkárra ment. Úgyhogy óvatosan menjetek arra felé. Ha tudtok pontosabbat küldeni, hogy hol történt, akkor az mindenképpen segítség. Na, hogy is állunk akkor? Ugye 2 darab kiadó helyünk van még a Barcelona meccsre, Barcelona-Granada, már ezt is tudjuk, október végén utazunk, és hát október utolsó meccséről van szó, ugye? Igen. Amikor a Barcelona fogadja otthon a Granadát, erre van még 2 kiadó helyünk. Egy valaki játszik, aztán valakit visz magával. 29-én repülés, este városnézés, 30-án meccs, 31-e ez hétfő, de szabad hétfő, mert ugye elseje kedd, az is szabad, november 1, és akkor hétfőn jövünk vissza. Tehát szombattól hétfőig kell magad szabaddá tenni. És hát tényleg gólzáporos meccs várható. Élek szerint a Barca a kapus nélkül lép majd pályára, a hálót fel se rakja. Csak hogy viccesebb legyen, legyen valami tétje. Na, hívjuk akkor mi a nyertest, jó? Gyűl hívja. És hát megnézzük. Megmutatjuk neki azért, hogy hol tartunk most szintben. Leginkább szerintem, ha megmutathatunk mindenki, de a keddit és a csütörtöki játékost érdemes. Nem? De ne legyünk igazságtalanok, mutassunk meg mindenkit. Persze. Egyébként csak azért is, hogy mindenki tudjon szavazni mindenkire, ez így igazságos. Jó? Na, meglátjuk. Hello, jó reggelt, morning show. De, hello. Úgy írtad alá, hogy lekvár főző? Úgy, na Peti. Többször is beszéltünk, mikor beszéltünk? Lekvár, tényleg a lekvár főző. Lekvár főzésről, még persze 1000 évvel ezelőtt játszottunk. Peti, hello, jó reggelt. Sziasztok. Hello, merre vagy? Hol hallgatsz minket? Újpesten vagyok. Újpesten. Az újpesti lekváros. Az újpesti, újpesti lekvárfőző. Jól van, Petikem, egy kicsit ki tudsz jönni az üzemből, vagy valahova? Vagy figyelj, maradjál, mi még megmutatjuk a többi játékost, már csak azért is, hogy mindenki becsületesen, korrekten tudjon szavazni, igen? És akkor utána te jössz. Most már jobb egyébként, nagyon fontos, hogy érthetően tisztán halljunk. Jó, igen. Hát még kicsit ver a szíved. Na, mondj nekünk egy jó megfejtés, hogy ugye a kérdés az volt, hogy mikor alapították a Barcelonát. Igen? Így van, 1899. Így van, 1899. Azt írtam, azt írtad, alig aludtam éjjel, minden nap görcsölök, hogy engem hívjatok. Utolsó nap, csak egy esélyt kérek, a többi rajta múlik. Legnagyobb ajándék lenne kijutni. Barca drukker vagy? Persze, minden. Még a lehet, hogy is Barcelona. Igen, a Granadára vagyok. Akkor lett volna, nem, gyerek, Granada drukker vagyok, és imádok. Oké, Petikén, figyelj, megmutatjuk akkor a hétfő keddi szerdai csütörtöki játékost, jó? Ja, utána már csak te vagy, fölrakunk mindannyiótokat a Facebookra, a hallgatók gyorsan szavaznak, és utána még 10 előtt visszahívjuk azt, aki a legtöbb lájkot kapta. Oké? Oké, mehet. Na figyelj, tudsz még addig adásban maradni, amíg megmutatjuk, mert azért az legalább 4x fél perc, vagy visszahívjunk. Meghallgatom. Addig is szív föl magad, az jó. Utolsó esély. Na figyeljetek akkor, drága hallgatók, ti akik eldöntitek majd, hogy kijöjjön Barcelonába, vagy kimenjen Barcelonába, a hétfői játékosunkat Péternek hívták, ő így közvetített. Elindult maga a játék, jó, igen. Már ugye kint vagytok a pályán. Igen. Igen, igen, és, na, és megy a játék, így van, le kell közvetíteni egy gólt, hajj. Rendben, Messi vezeti a labdát, Messi, passzol, Savinak, Savi, visszaadja neki, Savi, úristen, mekkora kiugratás, Savi, Jézus Mária, Messi, álltam el a kapus, gól, gól, utolsó másodperc, Jézus Mária, hihetetlen golászó, úristen, 92 perc, Barcelona, Real Madrid, 3-2, nézzük vissza még egyszer, Messi fut, hihetetlen, labdát kap, és még egyszer begurul a kapuba, gól! Visszafogott gól volt, szerintem visszafogott gól öröm volt. Jött a keddi játékosunk Ákos, ő így közvetített. Jó, jó, elkezdődtünk lassan, most már elkezdődött a mérkőzés. Igen. Már megszereztük a labdát a 92. percben. Kapusnál labda, kapus indít. Piqué megszerzi a labdát, tovább passzolja, Xavi, Iniesta egy visszapassz. Mascherano is megérkezik. Fut a szélen Neymar, Neymar egy visszacsel, érkezik a labda, Messi, nem, de mégis Messi, igen, mindenki engedett, igen, köszönöm, végre, és a mi a
Oké, okay, ő volt tehát kedden Ákos, szenzációs volt. Egy disznőlésről. Igen. Jött Szerdán Tibor, megpróbálta überelni Ákos és Pétert. Jó estét kívánok, jó szurkolást mindenkinek. Barcelona Celtic BL mérkőzésen vagyunk. Harmadik percben adogatnak hátul a védők. Umtiti, Piqué, André Gomesnek adja a labdát. Közben merelő Neymar is Messi helyezkedik. Suárez közbelép, Suárez kapja a labdát, kitolja balra Messinek, Neymar üresen középen, Neymar kap egy paszt, visszaadja a Messinek, Messi eltekeri hosszúba és gól! Mekkora gól Messi harmadik percben! Gólá! Vezet a Barcelona 1-0! Gól! Ő volt Tibi akkor tehát. Igen. Jó? Tibi egyébként hozta a standard sport egy szintet, komolyan igen, mondom. Abszolút sport egy, igen, vagy sportklub, vagy bármi, de jól csinálta. És jött csütörtökön Timi, az egyszem lányunk, akinek mi nagyon örültünk, hogy lány is benevezett gólörömjátékra, ő így közvetített. Itt vagyunk akkor, a fiúk kiszaladtak a pályára. Magyarország-Ausztria 1-0, 87. perc. Megszereztük a labdát, Rizkin. Stieber, hatalmas labdát kap, Stieber fut, ezt meg kell csinálni. Ha lesz Stieber, eldöhet a mérkőzés, Stieber a 16-oson belülről, és gól! Ott van! Gól! Ez volt! Magyarország-Ausztria 2-0! Megnyertük a mérkőzést, gyönyörű volt! Magyarország 44 év után győzelme mutatkozott Bázelvin! Szép volt, fiú! Ugatta mindenit! Győzelem! Tibet, fiúk, köszönjük! Szóval látom magam, hogy egy magyar zászlóval fut így be a pályára. Műsor, nagy műsor lehet. Igen. Meghallom én ezt. Oké, na, itt vagy még? Itt vagyok. Hát meg kellett mutatnunk a többi játékost, úgyhogy te vagy az utolsó. Szerintem magasan van az a bizonyos léc, de nem überelhetetlen. Úgyhogy te jössz akkor, jó, és hát mindent bele. Milyen meccset közvetítesz? Ugye nem muszáj Barca meccset, de nyilván Barca drukker. Hát ez egy Barcelona-Real Madrid lesz. Barcelona-Real Madrid. Ó, szúrsz egyet még oda. Az ellenség. Oda böksz egyet. Oké. Na figyeld, akkor elindítjuk a foci zajt. Jó, és akkor innentől kezdve te vagy Peti, rajtad a világszeme. Mehet. Oké, jó estét kívánok. Barcelona-Real Madrid. Bajnokok ligája döntő. 120. percében járunk. A fiúk már berendezkedtek a 11-es rúgásra. A Barcelona hátul járatja a labdát. Piqué, Busquets átadja Rakiticsnek. Rakitic még egy margó mellett megíveli Neymarnak, Neymar szépen átteszi, betör a 16-osra, felbőrözi Petét, és Petet felvágja hátulról. Kassai Viktor a 11-es ponton mutat, ez hihetetlen, hölgyeim és uraim! Kassai Viktor befújja a 120. percben a büntetőt. Barcelona kapujából Ter Stegen lóhol fölfelé, és Messitől kéri el a lehetőséget. Ilyet még nem láttunk, emberek! Messi átadja a lehetőséget Ter Stegennek, lerakja a labdát, kapus a kapussal, 11-es. Ter Stegen neki fut, és gól! Köszönjük szépen, átvettük a szót. Micsoda dráma. Tosszabbít, 11, és kihagyja, berúgja. Ráadásul a Kassai Viktor. Petikém, mindent beletettél, jó volt. Más volt, mint az eddigiek, de abszolút szerethető és abszolút jó. Hát a végén te is belendültél. Kassai Viktor felnéz a lelátóra, igen, szemet találkozik Orbán Viktoréval, Orbán Viktor bólját, igen, és Kassai Viktor a 11. Jó, oké, figyelj Peti, hát meglátjuk a hallgatókon múlik, több nagyon jó játékosunk is volt a héten, igen, én Ákos, a kedvjátékos is. Igen, nagyon kérdő, Timi is szerintem szenzációra tök más volt, mint nagyon. A pasik.
te is, úgyhogy hát győzzön akkor az, akiről a hallgatók úgy döntenek, hogy győznie kell. Jó? Felpakolunk benneteket a Facebook oldalunkra, kicsi hanganyagok formájában, ugye Zsülc, így rakjuk fel, és akkor aki a legtöbb lájkot kapja. Tulajdonképpen ennyire egyszerű. A félértésig elkerülőséget egyszerre kerülnek fel a hangfelvételek, mert már volt olyan hallgatónk, aki azt írta, hogy mi lesz azzal, aki, hogyha lájkszámok alapján dől el, aki hétfőn volt, mi lesz azzal, aki most, mert hogy nem, egyszerre kerülnek fel mindenkinek, ugyanannyi esélye van. Így van, adás végéig tesszük föl, és utána még adás előtt lezárjuk és eredményt hirdetünk, jó? Petikém, le a kalapa, gratulálunk, ügyes vagy, nem elkeseredni, ha esetleg nem te, ha te, akkor nagyon gratulálunk neked. Mindenki megérdemelni, mert szenzációsak vagytok. A Hidegráz tőled is, mindenkit. Ügyesek vagytok, jó hallani azért, hogy micsoda örömet tud kiváltani az emberből a sport, igen, és a sport szeretete és a futball. Úgyhogy szenzációs voltál tényleg. Köszönöm, várom a hívásatokat. Hát meglátjuk. Nézd a Facebook oldalunkat, a Morning Show-t, és akkor látod, hogy hogy áll a dolog. Jó? Oké, köszönöm szépen. Oké, na, drága hallgatók, mindenféle irítség nélkül tessék akkor dönteni, jó? Aki nem jutott ki, játszott, ő is bökjön, illetve hát megmutattuk az összes játékosunkat, döntsétek el, hogy ki érdemli meg a legjobban, vagy nektek ki tetszett a legjobban, egész egyszerűen nem is az, hogy ki érdemli meg, legjobban, ki tetszett, lájkoljátok, és akkor megnézzük, hogy állunk. Összesítünk. Jó? De ha rám hallgattok, ha... befolyásoló. Igen, hát kérdés, hogy ezzel, amit most ugye, ami Peting behúzott, hogy a Reálnak szúrt oda egyet, kérdés, hogy ezzel elveszítette a Reál drukkereket. Hát ezt majd... Igen, ilyenkor vigyázni kell. Ezt majd meglátjuk. Jó, nem sokára fönt vannak a hanganyagok a Facebook oldalonkon, és akkor tudtok szavazni. Mi pedig játszunk, gyorsan egy hármas ugrást, már itt is van. Már itt is van a hallgatónk. Ha minden igaz. Most. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Még nincs itt a hallgatók. Milyen a kérdés? Milyenek a kérdések, Jani? Nézem. Szerintem nehéz. Nehéz? Igen. A harmadikkal szerintem azért... Bekeményítettél picit? Hát igen, szerintem az a sokan. Ez a csupaszi fiú, ugye, a barcás kérdésnél még laza, most meg? Sokat beszéltünk már erről az állatkáról egyébként egy élelmiszeripari termék kapcsán. Itt van Laci, halló Laci, jó reggel. Laci, milyen egyhangú vagy ma? Igen, fura, de nem bántod a fülünket. Igen, megpróbáljuk visszajönni. A legfárfőző srác már játszott veletek fekete-fehéret, ezt el is mondta egyébként. Igen, ez nem volt kizárók. Timinél felállt a karomon a szőr, Zola írja. Uh-huh. Igen, Timinek nagyon jó hangja volt. Igen. Halló, jó reggel. Laci. Jó reggelt. Jó reggelt, hello, az előbb itt voltál, csak el. Szia, Laci. Hello, Laci, honnan hívtál minket? Nagykőrösről. Nagykőrösről. A szabad ég alatt dolgozol, éppen pecázol, pihensz, készülsz a hétvégére. Dolgozom, sajnos dolgozom. Mit csinálsz? Festő vagyok. Festő vagy. Mi most a meló? Mit csináltok éppen? Ilyen füstcsöveket festünk. Ilyen kandalló füstcsöveket. Kandalló füstcsöveket festetek. A Jézus trilógiát festjük újra. Igen. Lacikám, van segítséged? Vagy egyedül játszol? Nincs, sajnos egyedül játszok, és internet sincs semmi, úgyhogy... De hogy vagy? Egyedül festeget, akkor nincsenek ott a társaid? Nem, hanem ide kijöttem az udvarra, mert bent a rádiót hallgatják. Na, majd ők kirohannak segíteni. Ó, nem, sajnos nagyon iskolázottak, úgyhogy nem tudnak segíteni. Hát, jó, mert hallgatják. Nagyon iskolázottak. Túl kvalifikált. Jó, na figyelj, de így szól az el. Mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés. Mi Chile hivatalos nyelve? Ez az első kérdés. A spanyol? Így van. Ej, de jó vagy! Így van. Ez a spanyol. Hát itt mindig a spanyol, a portugál szokott, hogy egy szóba jön, itt Dél-Amerika esetében a spanyolul beszél. Menjünk tovább? Igen. Na figyelj, itt szól a második kérdés, Morning Show sapkáját. Melyik legendás rockstar, slágerei a Poison, a Bad of Nails és a Hey Stupid? Ki ez a rockstar? Poison. De ismerős a... Hey Stupid, hát ez is egy nagyon híres dala. Ujjaj. School's out, Mackie. Hát a Poison, nagyon ismerős a Poison, de rögtön a Prodigy jut eszembe. Nem. Elég idős rockstarról van szó. Önálló előadó. Legendás arc. Alice Cooper. Oh, hey, de jó vagy! Aztán minden itt, de jó vagy. Te voltál?
Egyszerűen csak mondom, hogy tippelek egyet. Még Bon Jovit akartam, de hogy már idősebbet mondtatok, így már rögtön inkább Alice Cooperre gondoltam. Na mi legyen a harmadik kérdésem? Hú, hát a filmes akkor jöhet. Mert nagyon szeretem a filmeket, meg azokat értem, tudom. Mert nem filmez, de szerintem tudható. Hát jó, akkor menjünk neki, azt más nem, akkor bumozok egyet. Na ez a beszéd. Így szól a harmadik kérdés. Milyen állat a közönséges pálmasodró? Hát ez ne haragudj. Ne kapkodj. Közönséges pálmasodró. Eddig nagyon jól tippeltél. Madár? Ezt mondtál valamit? Madárnak hívtam? Ja? Igen. Nem, csak itt láttam van egy madár. Repült egy madár? Igen, itt van. Állíts, ne kérdezz. Na mondja valami gyorsan. Itt repült egy madár. Hát. Na. Ragadozó. Jó, de, jó, na oké, ragadozó, jól van. Ragadozó emlős. Egyébként az, az a cibet féle, vagy cibet macska féle, aminek a kopiluvák nevű kávét köszönhetjük. Az ők is belein áthaladva lesz olyan csodálatos íz és zamat azoknak a kis kávészemeknek. Tényleg, ő az, aki ő az. Kikakia. Így van. Igen. A kis na akkor tűzol, akkor a kávégépnél meg is nézem ezt a kávét. Biztos van. Ha van benne. Lacikám, gratulálunk, kis segítséggel. Megugrottuk, mégis egyedül játszod internet nélkül, magányosan. Úgyhogy akkor volt egy kis segítség, de akkor van egy ajándékcsomagod, jó? Meg ha elvégeztél volna, milyen oltást kaptál volna a többiektől bent? Igen, főleg, hogy ilyeneket mondtak. Egy nagyon gyors kérdésem lehetne, tehát egy gyors kérdésem. Ezért szeretem volna megkérdezni ezt az új Star Wars, mert itt nagyon szeretők a csillagotában, ez az új, ami most lesz decemberben. A Zsivány egyes? Igen, ha láttátok, hallottatok róla valamit, vagy ilyen? Hol láttuk volna? Nem persze. Már ugye az előzetesre gondoltam, hogy láttatok ki, vagy Volt egy premier előtti vetítésünk a Skywalker Ranchen, amikor Lucasnak is megmutatta a Disney, mert hogy Lucas már ugye nincs benne. Figyelj, hát ettől én annyira nem vagyok elájulva, de hát nagyon jól sikerült, kicsit dark lett, visszadobták a Disney, azt mondta, hogy túl sötét, kicsit át kellett vágni, át kellett forgatni. Igen. De várjuk, hát nyilván ez is a történethez kapcsolódik, mindenképpen egy mozit megér szerintem, nagy veszteni való nincs. A két rész között azt hiszem a negyedik és a harmadik rész közötti. Na látod, ezzel engem meg is fogsz, tehát én nem is tudom. Pontosan a hallgatók nálunk sokkal okosabbak megírják majd, hogy mikor játszódik a Zsivány egyes, nem tudom. Hogy pontosan érdekes mikor lesz a film, az egészen biztos. Én számára van egy nagyon kedves személyben, Donnie Yen, aki egy kiváló harcművész, aki szintén játszani fog benne, ami ott nagyon érdekel. Még nagyon fura volt látni a romoszlagosokat, ahogy gázolnak egy lagunában, pálmafák között. Igen, ezért az elég érdekes látvány volt, ilyen még nem volt. Ő lenne az, aki a Hitman filmeket játszott? Igen. Ó, nagyon jó, nagyon nagy színész, igen, én is szeretem. Na jó van, szóval... Forrest Whitaker. Ő is játszik benne? Igen. Van. Figyelj, most az ember bukik 1200 szolgatot, egy mozijedzel beülsz, megnézed. Egy ilyet érdemes, szerintem egyet nem szabad kihagyni, hát azért ez mégiscsak a gyerekkorunk, egy generációs hát igen, élmény. Igen, ez a pillanatháború, ez a legnagyobb szerintem. És Tanított László is feltűnik. Igen. És a statiszt az eleben feltűnik, Diszl Péter. És Détári Lajos is átszalad egy rohamosztagos mögött. Nem iszik semmit. Úgyhogy ezért ki is vágták a filmből, mert nem értették ő semmit. Meg mint ahogy láttam volna Weber György szopozva. Igen. Na jó, Lacikám, hát vidám srác vagy te, köszi. Ciao. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok. Hello. Na, lágalatok, többen kérdezitek, lesz a kérdésváros, azt már elmaradt, tehát mindig alárendeljük magunkat a műsor folyamnak, ez most fontosabb volt, hogy kérdésekre válaszoljunk, lesz majd a jövő héten, de most a játék azért, és a hallgatók, és a Barcelonába jutás azért az jóval fontosabb, mint mi, úgyhogy az csak a jövő héten lesz majd. Na, kint van a Facebookon, mint nem? László? 40-kor. Vaj. A kérdés csak annyi, vaj. 40-kor? Ez idegenül van. Ez a deadline. Egy rövid indoklást kaphatok? Így most nem, így ez a van, mert 40-kor se lesz kint. What the fuck? Jó, meg vagyunk. Akkor 40-kor lesz kint, drága hallgatók. Időzített feltevés. Hoppácska. Az anyja úst. Gondolom azért, mert az utolsó nem tudtuk, hogy mikor leszünk ész vele, és akkor jó. 40-kor lesz kint. Igen. Rövid ideig lesz kint. Tessék izítani a rokonságot, a hallgatóságot, és aztán tessék gyorsan szavazni, mert utána nem lesz kint sokáig. Na, 10 percetek van. 40-től 50-ig. Ja. Oké, nagyjából igen. Okay. Előbb nem tud kint lenni? Előbb már nem tud kint lenni. Jó, időzítve van fenn. Oké, rakjuk mindjárt, keressetek bennünket a Facebookon. Jó, jövünk nem sokára, egy pici szünet után. Klassz FM. Utazás
útközben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. Háromnegyed 10 lesz pontosan 6 perc múlva. Kint vannak a hanganyagok, úgyhogy tessék Facebookra jönni és szavazni, akit szeretnétek Barca meccsre kiutatni, vagy csak egyszerűen tetszett, vagy örülnétek, ha ő menne. A helyes SMS-t kaptunk. Bettinától, sziasztok! A kedi srácra szavaznék, de nem tudom, hol kell. Tényleg nem. Kicsit szőke vagyok, bocsi, Bettina. Imádlak, jó ide, jó. Na, helyes SMS-t Facebookra mentek és nyomtok egy lájkot. Azon kis Saint Claude hanganyag alá. Facebookon, nem zavarunk össze senkit, Facebookon a hanganyag alá nyomtok egy lájkot. Jó, ennyire egyszerű, megnézzük a like számokat, aki a legtöbbet kapta, megy Barcelonába. Jó, mi pedig mutatjuk közben a nap legjobb pillanatait, amíg szavazgattok. Érdekes hírrel foglalkoztunk korán reggel, ugye kijött az iPhone 7 Amerikában, és hát milliókat lehet ezzel kaszálni a bérsorban állóknak, ugyanis van, aki már 3 héttel tulajdonképpen a telefon premierje előtt beállt a sorba, és ezzel dollár ezleket keres valaki magának, mert hogy nem ő veszi a telefont, ő csak megfizetik ezért, hogy álljon sorba. És arról beszélgettünk, hogy mi szüleink, nagyszüleink miért álltak hosszú-hosszú órákon keresztül sorba, amikor mi gyerekek voltunk, és mentünk a szülőkkel, nagyszülőkkel, vagy mi beálltunk valahova. És nem is kerestek vele pénzt, tehát önkéntesen tették meg, ugye? Szenzációs SMS-eket kaptunk nagy sorban állásokról, hogy ki hova ment, és miért állt órákat sorba. Szóval egy picit nosztalgiáztunk, valamint ugye Feri tegnap átadta a stafétabotot. Egy nagyon tudományos kísérlet zajlik itt a Morning Show-ban, miszerint egy amerikai nő ugye, hát egy éven keresztül minden nap szexelt az ő drága párjával, hogy megmentse a házasságát. Sikerült, és azóta is együtt vannak. Feri 6 napig bírta, és aztán azt mondta, hogy eddig nem tovább, elég. De tegnap... még együtt vannak. Igen. Tegnap ünnepélyesen, igen. Lefutotta a 4x100 első 100-át, és átadta a stafilbabotot, én pedig elrajtoltam. Elmeséltem, hogy meddig jutottam. Nagyon szerencsés kis kísérletben, úgyhogy már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc múlva. Pontosan 10 óra. Na, úgy néz ki, hogy akkor lezárjuk a dolgot, és hát Laci írogatja nekem a számokat, gyerekek, teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű, úgyhogy szerintem csöröghetünk is a nyertesre, mert mondom a számokat, hogy jelen pillanatban, amikor lezártuk, hogy állunk. A hétfő játékosunk kapott, ha minden igaz, 61 szavazatot. A keddi játékosunk, aki szenzációs volt, 696-ot. A szerdai 498-at. És akkor nem mondom el, hogy hát, ha valaki nincs Facebook közel, de hogy kikapta a... Épp tudom, lehet, akkor ellövöm, hogy kikapta a... Tudjátok, mit csit? Jézus. Úristen, én nagyon készen is maradtam. Figyelj, Jézus, ez egy picit rajta maradtam. Ez egy kicsit egy ilyen... Ez egy beütéses trip volt, arra úgy tudom. Fia, akkor itt tudod meg minden, nem tudtam teljesen figyelni. Még egyszer elnyomni. Nem tudom, akkor itt ne szólj, szállj, nem fáj, fejt. Hívjuk a nyertest. Halló! Halló! Sziasztok! Hello! Hello! Köszönöm mindenkinek, aki szavazott. Család? Szuperek vagytok. Család nyomkodta a gépet? Nem tudom, biztos. Hát mondtam nekik, hanem szavazzatok. Úristen, nem hiszem el, nagyon örülök. Nézd Barcelonába. Na, egy olyan gólörömöt, csak úgy valamit, na. Hogy szólal? Csak úgy, csak egy nagyot, igen. Gól! Tök jó volt. Figyelj, messze magasan, te kaptad a legtöbbet. Hát, láttam, ezt 400, a többiek 300, 400, 600 a szám, de hogy a nép azt akarja, hogy menj, utazz Barcelonába. Köszönöm. És mégsem fogsz, ugye, mert nem te mész, elmondtad, hogy a gyerek miatt te otthon maradsz. Hát még lehet, még nem tudom. Azt mondja a férjem, hogy velem akar jönni, de jó, hát nem tudom, hogy oldjuk meg. Mekkora a gyerek? 9 hónapos. Ha nagyobb lett volna, mondtam, hogy dobjátok át hozzám. Ha én 4-5 éves, figyelj, egy perc alatt összebandáztatjuk a Benivel. Aha, és tök jó, mert te is kint leszel Barcelonában, a gyerekek meg itt. Remélem. Ja, az igaz, az, akkor, az úgy nem jó. Az úgy nem, az úgy nem, az úgy nem, nem egy nyertes. Nem egy nyertes, hát így meg átmész majd a gyerekkel együtt Balázsékhoz, és meg amikor lefektetek, akkor elrozéztok. Állig lehet bármi belőle. Timi, figyelj, tökre gratulálunk, ügyes vagy, és szerintem megjelenőtted, szerintem jó húzás volt magyar meccs közvetíteni, ezzel szerintem sokak szívébe loptad te be magad. Ez egy ügyes húzás volt, hogy elugrottunk egy pillanatra a Barszától, és azt mondta, hogy szereted őket, de te most magyar meccset szeretnél kommentálni. Ez egy taktikus lépés volt, ha lehet így mondani. Na, oké. Okay.
akkor lehet, hogy a férjeddel együtt megoldod, hogy te is tudjál jönni? Nem tudom, nem tudom. Lehet, majd kitaláljuk, hogy lehetne megoldani. Ha nem, de te... ő mindenképp megy. És akkor ő kivel? Hát ezt nem tudom. Gondolom a testvérével, vagy valamelyik. Aha. Baráttal, nem tudom, ezt majd akkor eldönti, hogyha nem én. Gyerekek, egy önfeláldozó feleség. Komolyan mondom, hát ilyen asszonyt mindenkinek, nem? Aki játszik, örjön, megnyeri, és azt mondja, hogy lehet, hogy én nem tudok menni, de menjen a párom Barcelonába, hagyjon itt egy 9 hónapos gyerekkel, 2 éjszakára, utazzon, érezze jól magát, majd én kelek és pelenkázom. Életem, nem? Na mondjad, meg inkább őt hagyom itthon, és én megyek. Igazán hiper jó feleség lenne, ha egy barátnőddel kijönnél egyébként, és itt hagynád a párodat. És mondanád, kicsim nyertem, a 2 napot a gyerek kibírja, igazából nélküled, és te kijössz. Igen. Oké. Köszönöm, tényleg. Izgultál? Nagyon, nagyon. Egész reggel olyan gyomorgörcsöm volt, meg nem hittem amúgy már tényleg, amit tegnap te is mondtál, hogy ez olyan férfi dolog. Így női hanggal fura közvetíteni, vagy visszahallgattam most is, hát nem mindegy. De hát örülök, megnyertem, az a lényeg. Ügyes volt. Tehát a többi játékos le a kalappal mindenki előtt ügyesek voltatok. Igen, akkor állok mindenkinek, de... Gratulálok mindenkinek, de csúsztátok. Timi, hívunk a részletekkel, gratulálunk neked. Rendben, köszönöm szépen. Köszi, hogy játszottál. Ciao. Hello. Na jól van, szerintem jó hangulatú lett a vége. Jó, bizony. És többen megérdemelték volna, szerintem Ákos is akár, vagy a Szerdai Tibi, de most akkor ez így sikerült, Tini is szerintem tök jó helyre megy. Oké, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aztán el is búcsúzunk, Feri még mondja a receptet. Így van, már fent is van szerintem a Facebookon, az is, alig ott csuktunk fel a szavazásból. Vegetáriánus lesz, de nem mindegy is. Na, köszönjük szépen. Nagyon szívesen, de ti tudjátok az összes receptet. Bezárt a henteset. Amit kell, nem, én, hát ezt nem magamnak csak csináltam, nem gondolom. Mit jött, egy beteg lett a Szabimban? Arab lecsó. Haló. Halló, nem olyan volt. Mondtál valamit? Mondtam. Morning show. Hát akkor megtapsoljuk, én hiszek neked. Mi elhiszünk. Sanyi, te vagy? Én vagyok. Én vagyok. Feri, Balázs, Jani. Így van. Sanyi, hol hallgatsz minket? Sanyi, pár. Most épp a Szondi utcába, Pesten. Ez mit csinálsz, dolgozol? Igen, mi? Egy ládával, egy nagy szívsonka van benne. Betörtél valahova, és viszed ki egy ládában? Nem, állítom. Szállítod. A nagy sorvonásokról beszélgettünk, írtál nekünk egy rövidet, vicces volt. Én Palvin Barbaránál állok sorba, 5 éve reménytelenül, arra írás, Sanyi. Én pont annak voltam, ahol ők járnak állítólag egyébként. Tényleg? Aha. Ott vásároltál, ahol ők is vásárolnak? Nem, én beszálltok állat, ahol az ő családjuk vásárol. Ja, hogy mondták, viszont... hogy a testvére még nála is szebb. Igen, Palvin Barbaránál van egy testvére, mindketten gyönyörűek, igen. Igen. Jól van, Sanyikám, hát akkor jó sorvonálás neked. És te vagy a nap hallgatója. Hát nagyon szépen köszönöm. Küldünk egy olyan csomagot. Óriási. Dobj egy SMS-t, ha odaértél. Már ilyen. Nem úgy, Barbiehoz. Jó, írjál akkor egy SMS-t. Oké, mindenképp. Köszi. Szia. Hello. Na, szóval, hogy arab lecsó, az a neve, hogy saksuka, egyébként ilyen hülyén szól. Én is mindig mondom, hogy megyünk horgászni, mert éve saksuka. Saksuka, és? Se ponty, se sügér, saksuka. Saksuka, de életem alul. Mert most dübörög még a paradicsom, ugye az utolsó ilyen napfény érlelte még megvan, és ennek az a különlegessége, van egyébként egy doktor saksuka hely, ugyan Izrael, várjál tényleg, a csávó. Csak cigi. 30 évig ült börtönbe, és eljutok, ott tökéletesítette a dolgot, mondjuk volt ideje akkor kitalálni az ügyet, és az egyik ilyen leghíresebb, de én nem így csináltam, mint ő, hát serpenyőbe bárki tudja, hanem az enyém sütőben sült. Oh. És így még jobban összeérnek az ízek, tojás van ilyen egészségesen szépen beleütve a közepébe, és ha valaki így unná a lecsót, amit nem lehet megunni a magyar lecsót, de esetleg kipróbálna egy ilyet, fönt van a recept, csak össze kell keverni, és beteszed a sütőbe. Úgyhogy ezzel tényleg nincs meló mielőtt. Persze, tudjuk. Mert jöttök ezzel a dumával, hogy órákat kell a konyhában lenni, nem kell. Tehát tényleg csak összevágod, összekevered, be a sütőbe, kész. Nagyon jó, én megnézem, csak nézd meg, mindenképpen. Csak csuka. Igen. Csak csuka. Neked csak csuka. Benni kérdezte az apjától. Mi ez a hang, apa? Sak, suka, sapkodasásba. Mi ez a mi ez, pont? Bojl is, nem, csak suka. Jól van, na, hát akkor... akkor mindenkinek szép hétvégét kívánunk. Én nekem is a hiányérzetem van, aztán rájöttem, hogy miért, mert ilyenkor már ami drága Csabink itt szokott ülni,
De nincs itt, mert hogy kitelepül, úgyhogy csókoltatjuk. Ez a pirosos kitelepülés? Így van, pirosos Csabis Ajkás. Ajkán van, Ajkán dolgozik a mi hősünk, úgyhogy kérjetek tőle. Most énekem, hogy nyilván Ajkára ki se fogyan óta. Úristen, menjünk el pihenni, gyerekek, szerintem jó lesz. Igen, kérjetek Csabitól dalt, jó, hogy most kitelepül, azért nincs itt. Mindenkinek szép hétvégét, tessék kihasználni a jó időt, mert hogy nem lesz már sokáig. Nem riogatunk senkit, de jövőtől azért úgy néz ki, hogy beköszönt az ősz, ma még azonban jó idő lesz, jó? Hétfőn jövünk. 6-kor, ugye? Elmondtuk mindent. Szevasztok, hello, szép hétvégét! Sziasztok! Csáó, csáó, saksuka! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország legjobb